Hát szervusztok, kedves podcastes nézőink, Csocsó vagyok, és ugyanúgy, ahogyan már eddig jó pár hónapja itt ül mellettem Dreamen Instinct és Wilson, és hát február van, és rengeteg érdekes hír után vagyunk igazából. Ez az évnek általában egy ilyen nyugisabb időszaka szokott lenni, de most mégis úgy gondolom, hogy nagyon sok vitatható és érdekes dolog történt, amelyekből össze is válogattunk párat, természetesen a teljesség igénye nélkül, mert ha mindenről beszélni akarnánk, sosem mennénk haza. Úgyhogy én azt mondom, hogy vágjunk is bele a lecsóba, és kezdjük az első témával a beszélgetésünket, ami a Ubisoft deaktivált játékkulcsai. Nem tudom, ki mennyire figyelte a híreket, de ez volt most az utóbbi egy-két hónapban az egyik legnagyobb hajtépés, hogy konkrétan a Ubisoft kitalálta, hogy bizonyos ilyen harmadik személytől vásárolt kódok alapján regisztrált Uplay-es játékokat, Far Cry 4-et, Watch Dogs-ot, stb., de azt hiszem, hogy talán Far Cry 4-ből volt a legtöbb, egyszerűen csak kilő a Uplay-ről, hopp, bocsi srácok, ez a kód mégsem jó, azért, mert a szürkületi zónában vettétek a G2Play-en egy orosz bácsitól, aki nem tud semmit mondani, csak az, hogy Dasvidania, és valamiért ez bizony nagyon-nagyon gyanús, nekünk legalábbis, nektek lehet, hogy nem, de mivel a játék 10 euró volt, és mi amúgy 40-ért áruljuk, ezért kilőjük a kulcsot. Hatalmas káosz kerekedett ebből, gyakorlatilag a játékosok két nagyobb táborra bomlottak, az egyik csoport úgy gondolja, hogy a Ubisoft jogosan járt el így, a másik viszont azt mondja, hogy akárhonnan is vették a játékot, ők fizettek érte, tehát így kicseszni velük nem szép dolog. Úgyhogy most, hogy már ennyit beszéltem is mindenki magunta, azt mondom, hogy hát akkor nektek mi a véleményetek erről az egészről? Hát nekem az a véleményem, hogy eddig nem nagyon vásároltam ilyen oldalakról. Egyetlen egyszer volt G2A-ről vásároltam egy kulcsot. A Steam-es volt, nem Uplay-es, halleluja. És hát mégis tényleg van abban valami, hogy fizetnek érte, akkor az az övék, nem? De. Hát akkor meg... Köszönjük, mi ez a téma. Ez rossz hozzáállás legalábbis szerintem. Oké, hogy a Ubisoft megpróbálja visszaszorítani ezeket a harmadik kézről érkező kulcsokat, de hát nem értem, hogy miért pont ezzel a megoldással próbálják ezt meg kiküszöbölni. De kimész a bolhapiacra, és kínál egy érdekesen kinéző embernek el egy kocsit 100 000 forintért, akkor nem veszem meg, leginkább. Sok különbség igazából szerintem nincsen, mert ez se egy legális oldal, tehát hiába támogatnak streamereket, hiába reklámoznak mindenhol, az nem teszi őket legit oldallá. Ez egy piac térkép működik, a legtöbb ilyen oldal, főleg a G2A, ahol bárki feltehet bármilyen terméket. A saját kulcsait. És eladja. Most vagy... ennek erről nézd a forrását, meg ezért ki a felelős. Persze, amúgy ez tök jogos. Meg ugye azt tudjuk, hogy azért deaktiválták, mert lopott hitelkártyával vásárolták őket, hogy az első becsések alapján is ez volt, hogy ez lehetett azok a háttérben, és ez is volt azok. Itt azért nem arról van szó, hogy a Ubisoft gonosz és elveszi az emberek játékát, hanem arról, hogy valaki lopott hitelkártyával vásároltak, és terméket árultak érte. Hú, a francba, akkor most letörlöm Yves Gilmore-ról azt a képet, amit csináltam a gurúra, amin ördög szarvai van. Amúgy emlékszem rá, hogy még a G2A közölte, hogy nekik ők mossák kezeiket, nem vállalnak felelősséget semmiért. Az meg a leginkorrektebb válasz volt az ő részükről. Ugye? Ez mutatja egyébként, hogy ők mennyire vehetők komolyan. Tehát én megmondom őszintén, életemben egyszer vásároltam a Kingwin-ről egy ismerősömnek ajándékkulcsot, mondjuk az nem Ubisoftos volt. Megmondom őszintén, én tisztában voltam vele, hogyha egy Wasteland 2 az 10 euró, amikor mindenütt 30 meg 40, akkor az valahol bűzlik. Tehát ez teljesen érthető, hogy nem... Amikor az ember ilyet vesz, azért tudnia kell, szerintem, hogy kockázatot vállal. Ez ugyanolyan, mint amikor odajön, ahogy Obó írta nagyon jól a vélemény cikkében erről a témáról, hogy ha az utcán odajönne valaki hozzá, hogy figyelj, meg kell egy SSD. Akkor is, hogyha most azt mondta, hogy kell az SSD 10 000-re, akkor sejtett, hogy azért abban valami bűzlik, nem? És nem mondjuk egy nagyobb hardwareboltban mész be és veszed meg rendesen 50 000-es számlával. Tehát ezek olyan, mindig ilyen nagyon ilyen, nem véletlenül hívják ezt árnyékzónának. Akik annó megvették, én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kétlem, hogy azonnak az embereknek a többsége, az halálkomolyan elhitte, hogy ez full legit. Tehát ők ugyanúgy sejtették, hogy ez egy ügyes húzás, ezért meg lehet kerülni a nagy gonosz csúf Ubisoftot, meg a nagy gonosz csúf EA-t, mert amúgy rengeteg kiadónak a játékai kaphatók itt. És hát most az egyszer ráfáztak, de én megmondom őszintén, hogy ha innen vettem volna egy játékot, és most törölték volna, személy szerint én azt mondtam volna, hogy hát oh, well, fuck. Megmondtam volna vállamat, így jártam, rendben, legközelebb majd, hogyha majd a Ubisoftos kulcsokat nem onnan veszem.
csak neked rengeteg pénzed van. Tehát erre ez lesz a válasz egyébként, tehát, hogy én meg csóró vagyok, és nekem meg nincs pénzem 10 000 forintot kiadni egy játékra, ez ugye hány ilyen komment volt. Jó, de jó, érted, akkor meg erre meg jön az, hogy csóró vagyok, ott az Encore, szóval erre mindig van valami ilyen, értitek? Tehát, hogy ez mindig lehet erre valamit mondani, de az a baj, hogy ezt ugye beszéltünk, mint a legelső podcastben, hogy a játék az egy drága hobbi. Az egy luxus hobbi. Igen, tehát... Nem, most értitek, nem azt mondom, hogy ne játszatok, mert nyilván Magyarország olyan, amilyen kész, nem vagyunk milliárdosok, mi sem, megígére én sem vagyok, pedig milyen szép az a hajómot kint. Ez az, hogy meg csóró kollégista vagyok, és tudjuk, mégis ez a, de én legalább képes vagyok kijönni érte, és lássatok, milyen ember vagyok, én nem varezolok. Mit tud neked egy számlaszámot, ez a donate annak? A patron nevű oldalon pont lehet. Te egy átlag magyar játékos vagy, aki mondjuk diák, akkor azért még az az érvelés megáll, hogy nekem nincs 10 000 forint a játék, de akkor egyrészt ne feltétlen játsz, másrészt meg legyél türelmes, és fél év múlva megkapod ezért a pénzért legális csatornákon keresztül. Tehát, aki nem Steam leárazáson vesz játékot, most arra mit lehet mondani? Aki nem én vagyok, igen. Vagy legyél olyan, mint egy volt csoportársam, aki felvette a 250 000-es diákhitelt, és vett egy iPhone 4-et. Ja, de miért? Nem hülye volt, nem tudom. Másik érvelés egyébként az volt, hogy én nem tudtam, hogy ez nem lopott, és miért engem büntetnek. Ez olyan, mintha elmegyek egy országon, nem tudom, hogy ott nem lehet cigizni, de ott ami megbüntetnek. Tehát a törvény ismerete nem mentesít a felelősség alól. Hogy? Persze. Teljesen legitim. Úgyhogy igazából szerintem Yusuf reakciója teljesen korrekt volt, pláne úgy, hogy visszaadták a játékokat azoknak, akik ténylegesen játszottak vele, és nem csak felhasználták a kódot és parkoltatták a könyvtárukban. Az szerintem ultra korrekt volt a részükről, hiszen lopott kulcsokról volt szó, és a kár őket érte ebből a szempontból. Meg a lopott hitelkártyákról? Hát a másik meg ugye ez egész erről szó, hogy lopott hitelkártyát azért nem egy mulatságos, nem egy olyan dolog, amit így el lehet bagatelizálni. Lopott hitelkártyával vásárolni azért elég súlyos dolog, meg bűncselekmény. És milyen finoman fogalmaztál. Ezért használok mindig maszkot. De egyébként... Lopott hitelkártya? Muszáj, ezek a kamerák. Hát figyelj, hogy oda mész az ATM-hez, ott van egy kis kamera, ami figyel. De azok milyen rosszak annól, hogy ide írt egy sikket erről, hogy sosem ismersz fel róla egy ember. De egyébként még így annyit én hozzátennék a Ubisoft-tal kapcsolatban, hogy én nem vádolom őket, egyetértek azzal, amit Wilson mondott. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ott egy picit ők is megcsúsztak, hogy ezt egy kicsit jobban lehetett volna kommunikálni, legalább az elején. Persze. Tehát mondjuk előre lehetett volna egy olyat mondani, hogy emberek most is ne tovább, aki a mai naptól ilyet csinál, annak szétrüljük a seggét. De ezt nem nekik kellett volna. Én ezt tudom, de érted, valahol, tehát nyilván nem az ő dolguk lett volna, de szerintem szimpatikus lett volna, ha megteszik. Más kérdés, hogy ezt ők miért nem tették. Azért, mert egyrészt, hogy szerintem ők is kutatták az okokat, hogy mi lehetett a háttérben, hogy mi volt ennek az eredete. Tehát az, hogy az Originről számított, azt elsőre szerintem ők se tudták. Csak az, hogy ez a kód, ez nem szerepelt azért adatbázisokban. Tehát nem tőlük vásárolt kódról volt szó. Mert ugye az Origin külsős harmadik fél, ott bármely játékot árulhat bármely kiadó, azért annak ki kellett deríteni a forrását. Nem válik annak, hogy Ubisoft. Nem, szerintem egyébként ultra korrektek voltak teljesen, főleg azok után, hogy tavaly össze mit csináltak a játékaikkal. Jézus Mária. Tehát, ilyenkor ez az érvelés jogos volt, hogy de hát ők mekkora szartottak és elkértek 12 000-et, attól még azért nem kéne mondjuk lopni tőlük, vagy bárkitől. Én teljesen megértem, én se veszek teljesen a játékot, hanem muszáj, hanem megvárom a leárazást, hát de türelmesnek kell lenni. Tehát aki azonnal akar a játékot, az igenis fizesse ki, hiszen ennek ez az ára. Ja, vagy legyen játékújságról. Egyébként ez a baj, hogy nem vagyunk olyan helyzetben, hogy ezt teljesen átéljük, mert kiváltságosak vagyunk ebből a szempontból, hiszen egyrészt tesztpéldány az tesztpéldány, tehát az teljes verziós játék, azért nem kell fizetni. Másrészt esetenként vannak ajándékok is, amikor ajándékjáték. Nem kapunk meg mindent ingyen, tehát ezt ne higgye bárki is. És hogy nem teljesen tudjuk elérni, de én is voltam diák, én is spóroltam hónapokat alkatrészre, játékra, meg egyébre. Dragon Age Inquisition. És akkor ez még ugye olyan korszak volt, amikor nem volt Steam leárazás, mert nem volt 3 eurós játék, hanem a leárazás az volt, hogy 6 000 forint volt a boltban, és akkor már hogy örültünk neki. Meg voltak ezek az újra csomagolt, iszonyú csúnya dobozban, ezt vednek meg, legjobb fogás. És akkor ugye az nem volt. Három év után vetted meg, nem 3 hónap után, mint most. Van. És ott turkáltál, még most is van, hogy elmegyek egy ilyen nagy áruházba, mit tudom, egy hülye boltba mondjuk, és akkor így ott van egy ilyen kosárban, amíg a mai napig beletúrok, és van, hogy viszek valamit. Tehát... Azt én is szoktam néha csinálni, olyan jó, amikor ott van. A múltkor vettem 200 forintért, Mini Ninjas-t, ha jól emlékszem. Az mondjuk barom jó. Ugye? 200 forintért. 200 forintért. Nekem legdurább az 50 forintos, mi volt az a UFO háborús, Universe at War, 50 forint volt. Néztem, hogy a lemez szerintem többbe kerül. Meg a csomagolás. Igen, nem is értettem. Meg azért a Stranglehold is 50 forint volt, így fölmarkoltam egy halom, ez 2 éve volt. Na. Mai napig nem vágom. Úgy még egyszer csináltam, ugyanúgy 200 forintért vettem Rayman Collection-t.
Mondjuk az marha jó. Az nagyon jó. De az hogy ennek van keretjegyük, én Varsóba voltam egy hónap, és bementünk 4 ilyen nagy áruházba, az egyik ilyen Saturn, meg MediaMarkt szintű ottani hálózat, meg volt, azt hiszem, Saturn és MediaMarkt is valamelyik volt kint Lengyelországban, és a videójáték rész az akkor, amint Magyarországon, a DVD meg a Blu-ray rész együttvéve. És ott mindenki adónak saját budget szíriája van, van ilyen kiadás, ami filmdoboz, csak ilyen filmdoboz minta, és van 20 fajta játék benne. Megkülönböző. Wow. Aztán vannak farming szimulátorból ilyen traktoros kiadás, meg kötény jár hozzá, nagy dobozzal, és ott ezeknek van piaca, 1000 forintért, meg 2000 forintért meg lehet kapni tök új játékokat. Voltak fél éves címek is, ilyen 3000 forintért. Wow. Tehát ilyen annyian vannak, mint mi, de a piac az ilyen felfoghatatlanul nagyobb. Tehát annyit adnak el szerintem, hogy Varsó járásban, mint egész Magyarországon. Összesen. Oda kéne kimenni. És az azért nem nyugatra van, hanem azért ez még valamennyire keletre van, hogyha észak kell, északra, észak-keletre. De hogy mennyivel fejlettebb ebből a szempontból, az nagyon durva. Pedig ott megvehettük volna az Eke Edition-t, mint királynak. És behúzom a Collector's Ekémet, amire lehet, hogy farmvel. A tanulság az ugye az, hogy vegyetek legit forrásból játékot, mint mondjuk a PC Group Webshopból. Igen, nem reklám. Nem, tegnap ajánlottam az egyik szó, volt az osztálytársamnak, mondta, hogy majd megnézi. De ugye úgy, hogy így a PC Group pólót belül kapta egy transzpens, a PC Group Webshop ne. Úgy akartam, de sajnos csak Steamen írt rám, úgyhogy... Hát egyébként nézzük meg azt, hogy mennyibe kerül itthoni dobozos játék, és mennyibe kerül egy Steam-es játék. Tehát 60 euróról indul a Steam, ami ugye jobb esetben mondjuk 14 ezer, 15 ezer forint, rosszabb napokon 17-18, itthon meg bemész a boltba, és 12 a legrosszabb esetben egy dobozos PC-s játék, általában 8 vagy 9 ezer forint. Azért azt számoljuk át, hogy ez így mennyire előnyös helyzetben vagyunk a nyugathoz képest. Igen. Tehát ezek után pláne még arrezolni, egyszerűen szerintem indokolhatatlan. Tényleg az, hogy nincs pénzem játékra, mert nincs pénzem új gépre, tehát akkor nem kell egyrészt új játékkal játszani, másrészt meg gyűjteni kell. Hát figyelj, egyébként most őszinte leszek, nyilván én is látok ilyen weboldalakat, olvasok ilyen kommenteket, és mindig meg vagyok lepve azon, amikor kikerül valamilyen játék része. A srácok, figyeljetek, már most jött meg a két GTX 980, jól fog futni rajta? És akkor így, és erről mennek a kommentek, és így pislogok kettőt, hogy öregem, te vettél magadnak egy gépek baszki filmisért, de egy játékot nem veszed meg. Tehát és így utána, hogy erről megy végig, tehát nagyon sok ilyen van. És az emberben egy ilyenkor így legalábbis bennem így megszólal valami, hogy hát ez egy csúnya dolog, nem? Tehát, hogy, és tényleg, ahogy mondod, manapság, amikor azért a leárazások idején igenis lehet jó bizniszt kötni, még akkor is, ha éppen szar az euró átváltása, ez az. Akkor így megnézni azt, hogy levarezolják, és akkor sírnak, hogy rossz a varezvérző, ez a kedvencem. Ah, már a Reload egy olyan, mint régen volt. Nem ekkora szere kiadó meg. Igen. Milyen köcsögök majd benne van tényleg. Itt a kedvencem a pénzies és profitorientált a kiadó. Igen. Az üzlet miről szólt, hogy te ingyen dolgozol, vagy nem kapsz fizetést, hogy... Meg a másik az a baj, hogy nem gondolják az emberek, nem érzik át mindig azt, hogy ez egy termék, amin dolgoztak mondjuk 100-an, vagy 200-an, éveken keresztül, és ezt, amikor te letöltöd, akkor az lopás. Lehet mondani, hogy de hát én nem tettem el lemezt, meg nem mentem boltba, és nem tettem a dobozt a kabátomba, attól ez még lopás, hogy letöltöd. Mint ahogy mondjuk, meg a másik szarével is persze mindig az, hogy de hát kocsit se lopsz a... Ja, igen. Lehet, hogy vicces, de akkor is szar példa, de szerintem igaz. De legitim. De most komolyan. Tehát... De, tényleg, igazad van. És mi ismerünk emberek, akik játékok fejlesztéséből élnek, és tudjuk, hogy mondjuk, hogyha nem teljesít jó valami, és kirúgják, akkor ez azért van. Pontosan. Az, hogy ebben nem gondolnak. Tanulság, vegyetek játékot, ne varázoljatok. A PC Group webshopnál. Igen, hogy várjátok ezt Steam leárazásokat. Pontosan. Akár. Na hát szerintem haladjunk egy kicsit, mert van amit még érdekesség. Történetesen, hogy ugye nem olyan régen tört be az Early Access programba a H1Z1 nevű, vagy nem is tudom, hogy mondjuk H1Z1, vagy mindegy, szóval. Én is H1Z1-nek mondom. A Sony-nak a saját DayZ-je mondjuk úgy, ami ugye egy ilyen a Sony Online Entertainment-nek egy ilyen igen érdekes játék kísérlete egyébként, most hogy jó vagy sem, az mindenki döntse el maga. Viszont amint a játék megjelent nem sokkal később a Sony, amelyik ugye komoly anyagi problémákkal küzdi már 2009 óta, ő azt mondta, hogy bocs, srácok, de a Sony Online nekünk nem kell. Eladták egy ilyen befektető cégnek, és jelenleg mint Daybreak Game Company működik tovább. Sokakat nagyon meglepett a dolog azért, mert azért a Shoei egy elég komoly név volt a játékfejlesztésben, gondoljunk mondjuk az EverQuest-re. Tehát azért ez egy eléggé olyan cég volt, vagy akár bármelyik Sony-s ilyen online játékra, aminek úgy volt egy súlya.
azért a Sony Online Entertainment-et csak úgy eladni egy befektető cégnek azért merész lépés. Engem egyébként szintén egy Sony-s lépésre emlékeztet, amikor ugye a Vaiótól vált meg a japán anyacég gyakorlatilag egy várándítással, és ez így rengeteg Vaió rajongó haját tépte. Megmondom őszintén, engem személy szerint ez azért nem annyira érint, mert én nem játszom túl sok online játékot, a H1Z1-ből pedig csak 3 screenshot alapján eldöntöttem, hogy ocsmány, de ugyanakkor azért biztos, hogy nagyon sok embernek tönkretette a napját, ha már Daybreak az új csapat neve. Szóval... Az az áthallás. Ugye, katasztrófa volt, elnézést kérek. Utólag. Figyelj, én amit szoktam, engem nem érint. Leginkább nem. Ugorjunk. Olyan mértékben nem érint, hogy az ijesztő. És hát viszont te vagy az, aki HZ jegyezni szokott, vagy legalábbis láttalak egyszer-kétszer, hogy elővetted. Mert a februári picitről van rövezetes. Igen, láttad ezt az újságot. Igen. Amit megvehettek a webshopban. 1995 forint. Nagyon jó magazin. Azt hallottam. Megvan otthon. Ja, jó. Te ingyen kapod meg. Igen, tényleg. Én ingyen élő vagy. Ez a patizmus. Szégyellem magamat. De hát Csóró kollégista vagyok. Na, jól bahagyom. Igazából azért ott meglepő, ugye, mert nem volt előjele. Igen. Semmiből jött meg inkább. A Jones Medley, aki vezeti ezt az egészet, ő ugye folyamatosan twitterezik, tartja kapcsolatot a világgal, és így semmi előjele nem volt. Meg nem lehetett látni azt, hogy alkalmazottak mondjuk elszivárognak, vagy kilépnek, vagy átmenek máshova, hanem így egyik napra a másikra. Tényleg így fogták, és úgy. Éjjel 3-kor, amikor miért ki a hír, hogy hát ezt így eladtuk. És ugye 99 óta volt a Sony-nál, tehát 17 éve, az így azért elég durva. Meg ugye az a furcsa, mindig is az ott a furcsa, hogy ez nem tartozott a Sonyhoz, tehát hogyha mondjuk mi kértünk tőlük bármit, PR anyagot vagy ilyesmit, akkor nem tudtak segíteni, mert a Shoehoz teljesen önálló cégként működött a Sony belül is. Ez a klasszikus Sony felépítés volt egyébként. A régi maradvány, hogy minden egyes részleg saját divízióként működik. Ezért volt az, hogy mondjuk amit Európában kiadtál egy PlayStation 3-as patchet, akkor azt a Japánban meg Amerikában külön újra kellett teszteltetni, újra kellett benyújtani a kérést, meg ilyeneket. Tehát nem beszélt a jobb kéz a ballal. Miket ennek meg lett az eredményet, nézzük meg, hogy az Everquest óta hány sikeres Shoah játék volt. Én így hirtelen nem tudnék egyet sem mondani. A Planetside 1 volt az, ami még így nagyon sikeres volt, de az 2001-2002. Három. Azóta meg így mit csináltak? Több mint 2 éve volt. Egy Everquestet, ami ugye bukott, mint a mocskos ónagyot. Most ugye csinálják az új Everquestet, amiről... Azt mit csinálják egyébként? Igen, mert csak az Easy 5 az Everquest Next, az egy ilyen építő modul, és ennyi. Tehát az semmi köze nincs az MMORPG-hez még jelenleg, az még fejlesztés alatt van. Jött ugye a H1Z1, meg a Planetside 2, ami rohadt jó lett. És ugye most azért jó az eladás igazából játékosként, mert a multiplatform fejlesztővé fognak válni, tehát ki fog jönni gyakorlatilag minden tudszuk Xbox One-ra is. Úgyhogy itt, hogyha valaki Xboxos játékos volt, az jöhet, mert a HZ is jön Xboxra. Yeah. Azért ez egy elég éles váltás. Ez kicsit olyan, mint amikor a Minecraft lett az első olyan Microsoft játék, ami PlayStation is van. De mondjuk... ugye ez Sony tulajdon volt, igen. Tehát ezért furcsa, hogy nem tartották meg maguknak az IP-t, hanem az ment a súlyéval együtt. Ez ilyen, nekem ez nagyon furcsa. Az egy buta döntés volt ezek alapján. A Planetside-dal demozták gyakorlatilag a free-to-play részét a PS4-nek. És a Planetside 2 jól is sikerült, most is, mai napig rendesen fut. Van meg most aktív... fog jönni PS4-re. Ez az, van aktív felhasználói bázisa, és ehhez képest csak így fogták és megváltak tőle, de miért? Szerintem egyébként én nem látok annyira bele a sorokba, nem tudom, hogy pontosan mi folyik a Sony fejében, de azt látszik, hogy a tavalyi évük az olyan szinten segbe rúgta őket, ugye rengeteg problémájuk volt például ugye ez a hacker támadásuk, a teljes Sony Music és a teljes Sony Pictures támadással elkerült. Gyakorlatilag az egyetlen olyan nagy divízió ez a kettő, bocsánat, két nagy divízió, amelyik a játékrészlegen túl folyamatos profitot termelt. Ugye pont tegnap hajnalban jött a hír, hogy egy komoly üzleti tervel álltak elő, csak a izék voltak ott, a befektetők, illetve nagyon szűk sajtó, Hirai Kaz maga prezentálta, hogy hogyan fog kinézni most 3 évig az üzletág, átalakítottak dolgokat, egyébként pont a játék részleget, a teljes játékot, ami ez a Entertainment and Games, nem tudom milyen csoport, ami a PlayStation is tartozik, ő, ahogyan Wilson mondta, most azt is függetlenítik teljesen, hogy önálló döntéseket hozhassanak, mert az nagyon jól termel, és Hirai úgy látta, hogy érdemesebb nekik több lehetőséget adni, és ez mutatja, hogy ahogy kezd szétszóródni, és most kezdik végre összeszedni magukat, tehát most kezdenek olyan ötletekkel előállni, hogy hogyan lehet fenntartani, ugye, és nem csak fenntartani, de nyerességesíteni a cégüket azután, hogy 5 éven át veszteséget termelt. Szerintem ez hat a sok... egyébként pont, tehát az nem tudja, hogy benne, hogy 7 éve vannak szarva, 6 éve folyamatosan veszteséges minden egyes. Ja, igen, mert összekevertem, mert 15 van, nem 14. Egyébként pont ez, ebből derül ki egyébként, hogy azért is adták el, mert most gyakorlatilag mindenből kiszállnak, ez a durva, hogy a tévét is ott akarják hagyni, ami igen, szerintem
ez hülyeség, meg a telefonon. Nem hagyják ott, azt mondták, hogy nincsen rá a konszenzis, szűkítik a kereteit. Ami egyébként érthető, mert a tévé meg a telefonpiacok rohadt szar volt tavaly. A telefon tehát... nagyon szar, de a tévé szerintem azért az, amiből nem számít. Buktak. Az oké, hogy buktak, csak a telefonnál megértem, mert Sony telefon nem nagyon lát sehol, meg nincs is igazán értelme a kínai meg a japán gyártók mellett, a kisebbek, akik feltöltek, a HTC, a ZT, meg a többi, de a tévénél azért eléggé erősebb lenne még mind a mai napig, még ha nem is termel annyi pénzt. Oké, hogy a Samsung uralja az egész piacot, de szerintem a tévé az, amiből még lehetne csinálni profitot. Szerintem lesz is. Én úgy gondolom, hogy azt fogják csinálni, amit például egyébként annak idején a Vaio csinált, csak ugye az már nincs, de mindegy, szóval, hogy azt akarják tenni, én szerintem, hogy ráállnak a teljesen csak prémium termékekre, tehát a tévéből a legjobbak lesznek náluk, OLED-es, 4K-s, szuper Sony tévék, valószínűleg ez lesz a jövő, az lesz az design, a hajlított, ami rohadt drága, ami csak a luxus rajongóinak fog. Csak az OLED-del az abban, hogy a 95%-a piacnak az a Samsungnál van. Az igazából náluk ugye mindegy, vagy úgy van neki... Meg ugye az a vicc, hogy a Sony a legfontosabb partner a Samsungnak, tehát a beszállító szempontjából nekik adják a legtöbb tudszat. De van most, volt a Sony most egy új technológia, hogy hívják ezt a képalkotást, ezt a színalkotási technikájukat? Senki se tudja. Na mindegy. Szóval szerintem valószínűleg ez lesz, illetve ugyanez a telefonoknál, mert megnéztek, az egyik, sőt, talán a legjobb készülék, ami létezik odakint, az az E3. És ami egy Sony telefon. Az valami elcsiszettő baromi jó, csak annyira drága, hogy kivesz Z3-assal. Tehát Magyarországon embert nem lehet Z3-mal rohangálni, mert egyszerűen annyira sokba került. Többre került, mint az iPhone 6. Hát plusz az a Sony felület, ami nem a legfeltétlen jó, meg igazából az, hogy mennyire lassan frissítik az Androidot, mert ugye nem arra most jött annyira. Arra jön az hát csak is. Milyen késése az is, meg milyen egyedi dolgokkal, amik nem feltétlenül működnek. Hát ez minden, de nézd meg a Samsungét. Hát, igen. Hú, itt az új S6, jövő héttől már nem fog működni ám rajta semmi, de tessék, itt van, 400 milliárd forint, nagyon jó, vízálló, le lehet pisilni, nagyon király, jó van. Tehát szóval ezért adták el a súlyt. Mert le lehet pisilni a Samsung. Igen, mit fognak még eladni legközelebb, hogy mit hogyan fognak betörni egyébként, még ez lenne az érdekes. Egyébként arról van valami adatunk, hogy mennyiért mentem? Adták el? Nem volt semmi. Viszont azóta kirúgtak rengeteg, ilyen távozott rengeteg vezető fejlesztő, elvileg közös megegyezéssel, gyakorlatilag... Káboztak idéző. Közös megegyezéssel. Igen, szeretjük. Sok sikert kívánunk nekik, csinálják további játékot, csak mondjuk ne feltétlenül rosszat, vagy ne feltétlenül olyat, amit senki sem érdekel. A H2Z2-t nem kéne. Köszönöm. Hát meg az olcsó konzolportokat is azért, azt felejtsük el. Nem, de PC-re mondjuk erőltethetnének több mindent is. Hát jöhet az új Everquest, csak ne legyen még lehet faszart. Lehet csak mikorra fog elkészülni, meg mi lesz akkor az emberek. 2075 tök jó lesz, addigra már kifut az új WoW kieg. Mert a titántól már nem kell félniük legalább, igen. Igen, pontosan. A Sims 74 mellett majd. A 90. kiegészítő amit csak után. Annyi lesz, hogy belakod, hogy bejön a loading képernyő, és ha azt akarod, hogy játssz, vedd meg a Play DLC-t. Jaj. Na hát van itt még egy téma egyébként, amire arra kértem Wilsont, hogy ő vezesse be, mert én utána néztem ugyan, de ez nekem már nagyon... Most mondhatnám, hogy kínai, de ez rasszista poni lenne. Szóval a Nintendo Creators programról van szó, ami tulajdonképpen valami olyasmi, hogy a Nintendo ugye baromira nem ért ahhoz, hogy hogyan működik a nyugati világ, ezt már sokszor beszéltük. A világ szerintem. Semmit nem értenek szegény emberek, ők a YouTube-ot azt az ördög művének tekintik, de most kitalálták, hogy nagyon jó fel vagy, és követed az utasításaikat, csinálhatsz videókat YouTube-ra, Nintendo játékokból, erről egy olyan ember, akit én a hajamat tépem miatt a PewDiePie-re nagyon kiakadt, emiatt plusz pont a Nintendónak, és hát utána ugye most sokan vakargatják a fejüket, hogy mégis mi baja van a Nintendónak, és miért nem hajlandók megnézni, hogy mi az a YouTube, és miért fontosak a YouTuberek. Egyébként elkészült a Nintendo történelem harmadik része a PC Guru Online-on, én írtam, olvassatok el. Jó. Ennek a podcastnek egy picit sincsen, ez marketing szaga, nem, nincs. Azt mondtuk, hogy egyetek játékot a PC-ről. Van naptár is. És új pólónk is lesz. Tényleg van póló. És így becsúszna, tudjátok, egy ilyen sáv, így még nem beszélünk. Hát Krisz berakja. Igen, megkérjük. Biztos nagyon örülni fog. Meg is kell vágni a podcastet, utána még meg is rá kell vágni a videót. Hé, most vett új gépet, otthonról is kívánok. Ja, tényleg. Majd dolgozni. Ja, ez adjuk az... meg akkor a gamer nevét, szívesen fogadja a felkéréseket. Főleg Battlefield-ezni szeret. A Steam-en bármikor megtalálható. Nagyon szereti, hogyha noobok dotáznak vele, csak ja, mondom. Mindenképpen igen. Dota játékosok jelentkeznek, főleg Krisznél, partnernek. Nagyon szereti az új barátokat.
És úgy köszönjétek, hogy Cikakris, az a kedvence. Igen, orosz szavak. Libjegy, léci. Szóval az a Nintendo cucc az a lényeg, hogy tavaly kitalált a Nintendo, hogy nem ám, hogy megveszed a játékot, és csinálsz belőle a videót a YouTube-ra, és ebből még reklámbevételt is kapsz, nincs ilyen, mert a játék az a miénk, és a pénz is a miénk, és fogták, és elkezdték blokkolni az összes olyan embert, aki bevételt kért Nintendo játékból származó videóért. Szegény Angry Joe. Többek között, de egyébként mindenkit ugye kiütöttek ezzel, hogy elkezdtek DMC-eket küldeni, ilyen takedown notice-okat, hogy akkor ennyi ilyet nem csináltunk többet. Ez ugye értelemszerűen nagy botrány lett, mert ilyet ki az Isten csinál, főleg egy akkora vállalat, mint a Nintendo, ugye a harmadik legnagyobb játékgyártó a világon, ha a konzol piacot nézzük. És akkor erre kitalálták, hogy mi majd megcsináljuk ezt rohadt jól, és akkor elindítunk egy programot, ez a Nintendo Creator program, az a lényege, hogy fogod a kis csatornádat, felregisztrálsz egy oldalon, megadod minden adatodat, nevedet, subscriberek számát, meg a többieket. A bankkártya számodat, a taj számodat, a mail címedet. Ezt feldolgozzák, és hogyha elfogadják a csatornádat, akkor gyárthatsz Nintendo videót, és megkapod a bevétel 60%-át, vagy 60%-át, de csak hogyha elfogadják a csatornádat. Tehát ugye a több szempontból is baromság, egyrészt az oké, hogy a játék az övék, mert játék nélkül nem lenne YouTube videó, meg nem lenne YouTube bevétel, de könyörgöm, az ingyen reklám volt az, ami eladja a játékokat. Tehát ez az. Nézzük meg a PewDiePie-t, aki nem hogy a játékok kategóriában a legsikeresebb a feliratkozók számát tekintve, de az egész YouTube-on nincs annyi feliratkozója senkinek a világon, és ő ugye csak játékokkal foglalkozik, és hány olyan független vagy nagy játék lehet a világon, amit miatta vettek meg emberek. Szomorú világ. Ugye... hát várjatok, tényleg van egy jó pár, nem is, de főként indi címek. Igen. Among the Sleep azért futott be például, mert csinált bele az Alfából egy videót, akkor melyik volt az a másik ingyenes horror cucc? A Slendermanre is emlékszem, Slender hogy is az nagyon is egyiknek minden volt. Horror ugye azzal a legkönnyebb feliratkozókat szerezni, mert hogyha a kamerában nézel és sikoltozol, akkor már is sikeres leszel a YouTube-on. A igen, mert közben úgy teszel, mint anyukát hátul mászkálna. Vagy üvöltözöl is hangokat adsz, az már is így. Igen, meg nem érőszakoskodó poénokat nyomsz. Ja, az a fekete srác, az angol srác, aki bajba is keveredett, mert arra épített az egész csatornát, hogy arra az a poénkodik, hogy épp nőket erőszakol, és minden videója erről szól gyakorlatilag. De ilyen több százezer követője van, és igen, igen, ezt nézik. Tehát, hogy igazából ilyenkor mindig ugye azon gondolkodom, hogy most ki a hülye, aki csinálja, vagy aki ebből pénzt keres. Hát, most erre lehet azt mondani, hogy a szokásos érvelés, hogy csinálj jobbat, addig ne pattogjál, mint ugye minden kritikára ezt szokták mondani. Egyébként de... ezt a srácot nem állítják le, mert abból indulok ki, hogy volt egy vlogger, akit Sam Peppernek hívnak, egy angol srác, az megvan akkor. Akkor elmondom röviden a történetet. Az van, hogy ő készített egy videót arról, hogy prank videó címszóval, hogy oda ment lányokhoz, elkezdett velük beszélgetni, aztán ahogy elnéztek oldalra, bármerre megfogta a feneküket. És akkor a YouTube közösség ezen nagyon-nagyon-nagyon fölhúzta magát, a barátai is elkezdték mondani, hogy ezt azért már nem kéne, mert a nemi erőszakot reklámozza ezzel, nem tudom ezt hogyan mondjam másként, és azt akarom ezzel mondani, hogy még a barátai is azt mondták, hogy na ebből most már elég. És ehhez képest ezzel a másik rács, hogy nem. Szóval, hogy ennek van piac, hát nézd meg a legsikeresebb YouTube videókészítőket, tényleg erre építenek, hogy vagy sikítoznak és hangokat adnak, és idióta gyökér dolgokat csinálnak, vagy ez a másik szélsőség, amikor ilyenekkel poénkodnak, és ebből áll az egész csatorna, hogy viagunk 30 percig a kamerába, és hülyéskedünk, és az a baj, hogy magyarból is rengeteg ilyen van, legsikeresebb. Magyar videósok, nem tudom kik én, ezeket nem követem, de amikor bármit belenézek, akkor az általában ez jön le sajnos. Van pár egyébként, most így nem akarok neveket mondani, de volt, hogy engem is megkeresett valaki, esett, hogy ki vagyok, tehát összekevert Wilsonnal, azt hitte a srác, hogy én vagyok a főszerkesztő, így nem értett, nem tudtam mit akar, nem jött rá egy hónap alatt, hogy mit akar, és neki is ilyen fura YouTube videói voltak, meg van valami kis srác, aki komolyan mondom, egyetlen magyar YouTuber van, akit úgy követek, hogy rendszeres és ilyen viszonylag komoly, az egy 14 éves gyerek, akinek ilyen érdekesség videó, majd átküldöm, érdekesség videókat csinált, tehát elmondja, és utána néztem, és ott van a forrás szépen, hogy honnan vette, de egyébként bibliográfiát készít, halál komolyan döbbenet, és ő csinálja, mások ilyen, húsz, nem tudom hány évesen nem csinálnak. Úristen, respect. Köszönöm. De azon gondolkodom, azt hiszem őt én követem is, mert azt tudom, hogy több videót megnéztem, de a nevét azt meg eszembe. Nem baj, majd eszembe. De mindegy, de a lényeg ugye nem is ez, hanem hogy tényleg, hát ez az egyik szomorú, hogy ezek mennek, viszont van ellenpélda, Hollywood Hírügynökség például, ami egy baromi színvonalas csatorna ebből a mezőnyből. Hát, hogyha azt nézzük, hogy tényleg abból arra építenek a legtöbben, hogy csipítoznak, hogy üvöltöznek, ők azért valami egyedi dolgot csinálnak. Nagyon egyedien üvöltözik a srác. Én nem beszélek róla.
Csak tudja, miért azt hiszem. Nehogy azt így bárki, és most elítélünk minden YouTube-os, meg leszokunk, meg lenézünk minden YouTube-os. Nem, csak az, hogy az a baj, hogy a minőségi tartalom nem pörög, hanem ez megy. Ez az egyébként. És emiatt mindenki ezt amúgy csinálja. Amúgy igazad van, tényleg nincs arról szó, hogy elítélnénk a magyar YouTube közösséget. Sőt. Én egy csomó magyar YouTube-ot ismerek, személyesen is. Úgyhogy nem, senki ne gondoljon erre. Meg egyébként én is túloztam, tehát ezért vannak nagyon jók. Főleg a profi játékosok, Wizard, aki ugye nekünk partner is, aki akár a versenyeket szervezi, nagyon jó, nagyon színvonalas adásokat csinál. Meg rengeteg League of Legends játékos van Magyarországon, aki baromi jókat csinál, meg kommentátorok vannak, e-sportos emberek vannak, ott van Kodiák csatornája, aki rendszeresen chase streamelő, rohadtul jó például. Vagy akkor mondtam én kicsit ilyen filmesebb szcén, amit én néztem, ugye mondjuk egy Dancsó vagy Freddy D, tehát önállók azért vannak minőségi anyagok, azok nem olyanok, hogy lehet velük vitatkozni, de azok nem olyanok, hogy azt mondja az ember, hogy hát azok minőségi tartalmak. Meg egyedi dolog, valamennyire egyedi dolgot csinálnak. Egyébként igen. Meg időt ölnek bele, nem is keveset. Például, és nem az, hogy kamerát magamra irányítom, és elkezdem streamelni, ami épp az eszembe jut. Nincs az, hogy ezért naponta föltölt 2 vagy 3-20 perces videót arra, hogy gyakorlatilag másra csinál, csak kat. De egyébként ilyen vloggerből is volt egy-kettő jó, például még a régi csatornán egy időben például Hörbinek kifejezetten érdekes vlog videói voltak, és ő vlogger volt, tehát még azt is lehet jól csinálni, hogy csak magadra irányítasz egy kamerát és mondod dolgait. Persze, de ahhoz kell ad egy olyan személyiség, hogy azt el tudja bírni, ad kettő koncepció. Igen, valami ötlet, ami el tud indulni, és tudja csinálni akár, nem tudom, hónapokon vagy éveken keresztül. És ugye ez mennyire értékes, tehát gondoljunk a mesterlövészre, tudjuk, ismerjük a forgalmazót, mondta, hogy szó szerint ilyen 20-szor kellett újra nyomjuk a játékot, annyira nagy volt az érdeklődés annak idején. És ki is tettük DVD-re és akkor ez Magyarországon eladnak mondjuk 5000 példányt egy nagyon sikeres játékból, vagy 6000-et, akkor már nagyon nagy számot mondtam, ez ugye nem mennyiség külföldön, ez kerekítési szám kb. Külföldön, Magyarországon ez a csúcs. Igen. És hogyha Magyarországon egy mesterlövészt el lehet írni, akkor külföldön egy PewDiePie hány játékot tud adni egy videóval? És a Nintendo valamiért ezt nem látja, hanem azt látja, hogy fú, most az én játékon mutatjátok, megsértétek a jogaimat, kérem érte a pénzt. És akkor a Nintendo-nál van egy lista is, hogy milyen játékokkal streamelhetsz egyáltalán. Ja, bocs. És egy csomó közülük japán, még angol címe sincs egyébként. Meg van is, a Super Smash csomó ideig nem volt rajta, mert a legsikeresebb Nintendo játék nyugaton, hogyha azt nézzük, ha a videókat nézzük. Tehát ez így, a Nintendo nem érti a világot, fejezet 104, de abszurd, amit művelnek. Az oké, hogy most megpróbálnak nyitni. De ez nem nyitás az, hogy egyrészt a bevételi részét elveszik, másrészt, hogy regisztrálni kell. 1-2. Meg egyébként az, a regisztráció, meg ez az elfogadjuk, hogy tag leszel ebben a csoportban, ez szerintetek ez függ attól, hogy mennyi? Biztos, hogy függ attól, hogy mennyi feliratkozója van egy adott illetőnek. Mit tudom, csatornát nyilván nem feltétlen támogatunk, de ezes csatornának nincs bevételesen. Tehát tudjuk, hogy a YouTube mennyi pénzt fizet a videók után. Nekünk vannak videóink több ezer megtekintésre, és eddig 50 forintot kaptunk érte, vagy itt van egy 100-at. A minimális. Hát Krisz egyszer kitette Twitterre, hogy nesze nektek ennyi pénzt kapunk a YouTube-ból, mert volt valami balhé belőle, valaki. Igen, valaki. De egyébként idehaza nagyon-nagyon zavaros a fejekben ez a dolog. Sokan azt hiszik, hogy YouTube-ba idén az a milliókat lehet keresni. Dehogy is, külföldön, azért nem, mert ugye a YouTube követelményei nem országonként vannak, hanem globális követelmény van, és gyakorlatilag ugyanaz. Hát bizonyos szempontból globális, tehát vannak azért regionális szabályok is, de Magyarországon annyira nagy számot kéne hoznod, amit mondjuk Angliában simán megcsinálsz, de Magyarországon nem nézik annyian kb. YouTube-ot. Legalábbis ezt a részét. Ez 100 000-es csatorna is alig van idehaza, tehát nincs sok. Hát egy Majka videó az, ami így sikeres. És igen. Aztán pont az a Hollywood hírügynökség most talán a legsikeresebb csatorna. Neki 2000 felett. 220-230 000. Jó, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy a YouTube kreálja magának a feliratkozókat. Erről beszélgettem egyszer Fredivel, ő mesélte nekem, hogy így egy idő után, hogyha elindítasz egy csatornát, fogja magát a YouTube, és akkor elkezdi neked generálni a feliratkozókat. Észre se veszed, és feliratkozol X csatornákra. Erre majd figyeljetek. Ilyet egyébként nekem csinált. Én onnan tudom azt, hogy volt olyan, hogy olyan dolgokra voltam feliratkozva, amire én halálkom olyan, nem tudom mennyi viszkit kéne, hogy feliratkozzak rájuk, és nem értettem hogyan, de olyan is volt, hogy idézőjelben elfelejtett YouTube nekem feliratkozókat. Tehát én feliratkoztam valakire, és egyszer csak elfelejtett. Az azért lehet, mert megszűnt a csatorna, vagy törölték nem, a user-t. De nem Wilson, mert ott volt. Ott volt minden, ott voltak a kommentjeim. Tehát megtaláltam mindent, és néztem, hogy miért nincs ott a pipa.
Hát nekem most az volt az abszolút, mikor egyik este megláttam, hogy notification telefonon, és az egyik rambuidómat 100 000-en nézték meg a saját csatornámon. Úgyhogy van 20 feliratkozó, gratulálok, 40, és nem értem, hogy hogyan. Tehát elakadtak a rambóban, ami egy real shooter, tehát mész, a maga a játék megy helyette. Pro gaminget akartak látni, most várj. Bétnek az egyik legnézettebb videója az, hogy Karabakiennal palacsintát esznek. És akkor ezt nem nézték, nem tudom hány, ami 80 000-en, vagy nagyon durva, mert hogy is leszik a palacsintát, egész finom. És ez, és ez így ment. Meg volt egy, amikor valami külföldi blog kitette neki, amikor csinált egy videót a borzalmas Star Wars Kinectből, hogy itt táncik. Ah, igen, igen, azért, mert nem volt nagyon videójátékból egyébként. Igen, igen. Kapta, ugyan az volt a Daisyvel is, egyébként nem nagyon volt magyar videós, amikor ő elkezdte. És azért csinálja, azért nézik annyian. Hát egy videóban jó, én egyébként pont ezt kell csinálni. Pont ezt csinálta a PewDiePie is, tehát horrorjátékról nem csináltak annyira videót, nem ebben a stílusban. Ja, aztán jött az Amnézia, és a többi már történt. Most itt azért megcsinálom a japán dating sim streameket. Mindenképpen. Vajon Haruka vagy Janucska legyen az, aki leveszi a mellett? Kalam akarok. És skip szimulátor. Az volt a legrosszabb ezzel játszom. Na hát lényeg, a lényeg, hogy a YouTube az YouTube, tehát ma már nem nagyon olvasnak az emberek cikkeket. Hát, kivéve a PC gurút természetesen. Csocsó remek cikkét, úgy hallottam, hogy nagyon okos gyerek, olvasod között. És még, szóval és még világban... a Nintendo-ról is van, most kijött a harmadik rész. Na jó. Egy ilyen világban nem, hogy így kezelni YouTube-ot, azért ez még egy japán cégtől is abszurd. Nem, egyébként tény, hogy a Nintendo-nak volt egy nagyon jó felszálló ága azután, hogy ugye Iwata lett a vezérigazgató, őt jól jelölték ki erre a posztra, hogy tudta, hogy mit kell csinálni, ügyes volt, de mintha az utóbbi, inkább 5 évet mondanák, visszaesett volna így 50 évvel a cégkultúrájuk. És ugye a múltkor is, amit meséltél, hogy kiszivárgott ez a sztori, hogy gyakorlatilag minden egyes ötletnek át kell menni minden egyes főnökön, az ilyenek nagyon jól mutat. De egyébként, ha már youtuberek, hát ugye nem tudom, láttátok-e Francis hírhet Amiibo bemutatóját, hát az cseszett jó. Ugye, vagy hát ő nem Francis, vagyunk az nem, az még Bugi arcban igen. Nyomta. Ő az egyik kedvenc youtuber, nagy darab fickó, aki fantasztikusan jó vlogokat, meg mindenféle csinál. Őt is arról ismerem, hogy mennyi szokott rage-elni. Mert van egy alter ego, a Francis, és akkor az meg egy rage. De mindegy, és volt egy, hogy bemutatta az amiibókat. És akkor így az volt a videó, hogy így mutatja, mint a világ legamatőrebb, így mutatja a kis figurákat a kamerába, és elmondja, hogy mi van rajtuk. És jöttek a kommentek, hogy hát Bugi, mi van bele? Hát miért nem mutatod, hogy működik? És mondta, hogy hát nem streamelhetem vaze, hát hiába rakom rá, nem mutathatom meg. Tiszta kínos volt, utána arról is készült egy videó, hogy ez miért nem lehet. De ez egyébként még a Creator program előtt volt, azt hiszem. Vagy hát nem emlékszem, hogy ezt emlegette volna benne. Minden esetre az biztos, hogyha a Nintendo így ennyire nem érti az online világot, akkor így nem csodálom, hogy mondjuk a Wii U-n 3 órába tart egy játék pecselése. Úristen. Viszont szarrá keresik magukat most az Amiibókkal megint. Igen, tulajdonképpen megint nem saját ötlet, de jól csinálták. Hát én egyébként azt mindenki azt hitte, hogy a késés miatt bukás lesz, meg te is mondtad még egy hónapja, hogy nem látod ebbe a fantáziát. És... egy hónapja egyébként az, hogy nem nagyon követett teljesen a híreket. Egy hónap is Amerikában olyan szinten hiányzik ki, mert Nintendo kitalálta azt, hogy ugye hullámokban jönnek a figurák, mint a Skylanderek, és bizonyos figurák, bizonyos hullámok nem kerülnek újra gyártásra, ezért amit leszállítanak a boltba, az azonnal eltűnik, és most az van, hogy most Amerikában szó szerint órákon át kempelnek boltok előtt, leadják a drótot, főleg Redditen van erre egy külön thread, hogy ebbe a boltba lesz 5 figura, ebben a városban, és akkor oda utaznak emberek akár 100-200-300 kilométerről, 6 órát állnak a hidegben, és így kapják meg a figurát, aztán és az eBay-re. És ezeket eladják eBay-en? 700-800-2000 dollárra is ment már el figura. Az Amiibo ennyire sikeres, ráadásul most azt hiszem a keleti parton, ami hatalmas strike van a dokokban, a tengeri kereskedelemben, ezért most se gép, se figura nincsen, úgyhogy még egy extra hiányt is generáltak ezzel. Úristen. És az Amiibókkal szarrá keresik magukat, és itthon is pörög az a dúra, tehát én látom ismerősöket, meg hallom boltosokat, hogy keresik az emberek, és azonnal elviszik azt a kis készletet, ami érkezik. Nintendo, tehát megint megtalált az aranybányát 5 évvel a Skylanders után. Ezek a Skylandersből, meg a Disney Infinity figurákból, hogy gyakorlatilag tele vannak. Legalábbis PC Guru webshopot ajánlom, amiket mögöttem. A Skylanderek itthon olyan szinten pörögnek, hogy főleg mi árusítjuk, és így nem győzzük rendelni. A Skylander persze, itthon az ilyen döbbenetesen jó. Mert azt hallottam, hogy vannak bizonyos figurák, amiket keresnek, és akkor csomó helyen nem találják meg. Hiába mennek 576-ba, hiába mennek média, meg nincsen. Igen. Meg kell telefonálni, ezért meséltem, egyik közös ismerősünk meséltem, most csocsóra nézek, hogy mit tudom én... Vajon kiről? Betelefonálnak nekik, és akkor kérdezik, hogy van-e ilyen figura. Szóval, és akkor megnézi az adatbázisban, vagy fölhívja egy másik kollégát, és megkérdezi, hogy hol van.
Maximum odaszállítatják, hogy megmondja a vásárolnak, hogy ide tudsz elmenni érte. És volt olyan, hogy egyik helyről a másikra, egyik boltból a másikba, nem is csak egy üzletláncban, hanem 576-ból médiamágba, és fordítva irányították át az embereket. De mindenki a PC Guru webshopot ismeri. Igen, a PC Guru webshopon, viszont nálunk ilyen probléma nem szokott lenni. 576, ez nem jó. 567, nem? Elrontottad a számsort, nem értem. Hát én nem tudom, mennyire beszéltek erről, mert azért az üzleti része már a PC Guru-nak is, meg a kereskedelemnek is. De lényeg, hogy azért sincsen, mert egyrészt Európában bizonyos sorozatok nem jutnak el, vagy csak Európa bizonyos részébe. Ugye Magyarország azért van szar helyzetben, mert annyira kicsi piac, hogy nem számít semmit. És ha mondjuk azon, hogy Csehországban egy bolt azt mondja, hogy hát nekem még kéne 200 extra, akkor fogják a magyar készletet, és átviszik Csehországba, és tök jogosan, mert ki ott az Isten. Mert ott eladják. Eladják, meg ugye a cseh piac kicsit fontosabb, mint mondjuk a magyar. Most mondtam, meg a lengyel piac. A lengyel piac szintén. Amilyen régió lengyel piac, ki emlékszik még arra? Most nagyon olyan dolog, mint ami rendkívül retro, szerintem ezt így max. Egy kommentelő, ha le fognak esni. Egyébként tényleg Mennyország döbbenetes, mert ott a lokalizáció az, ami a legdurább, minden játékot lefordítanak, és nem azért a mesterlövész meg az ilyen zsét, hanem a Batman, mondjuk például most lokalizálják a Batman-t. Hogy van lengyelő az, hogy Batman? Az nagyon vicces. Hívd a Batmobilt. Mi egy órán át azon rögtünk, végignéztük az összes burét, és ilyen elmebeteg címek vannak, mindent lefordítanak, de minden, még az Alien-t is aztán volt fordítva. Meg a Terminátor, ugye az legendás poén volt. A szlovákul volt, hogy elektromodulátor tovább. Igen. És aztán az volt a dolog, hogy először így megjelent így a mozikban, meg minden, és aztán a DVD-re már Terminátorként adták ki, meg mindenhol átírták Terminátor, mert rájöttek, hogy milyen iszonyat kellemetlen. És akkor emlékezzünk a... Ez annyira hirtelen jön. Emlékezzünk a legendás magyar Witcher egy fordításra, a halott izék. Halott izék. Ó, Isten, az jó volt. Innen is üdvözöljük a forgalmazót, Szeder Andrást. Na, ilyenek nem vesznek Magyarországon egyébként. Ja, tehát... meg az a fiatalember, aki a halott izéket mondta, ő már nem is él, úgyhogy nagyon békében. Ó, komolyan? Igen, ő nem is tudom, mikor halt meg. Hú, hát ez szomorú. Munkája velünk él. Halott izék. Vegyetek Witcher 3-at, PC Guru Webshop. Tényleg elő lehet rendelni. Most a coverünk is a Witcher 3 egyébként. Ja. Wilson látta, kicsit sunteljük emiatt. Még jobban. Látunk belőle szép videókat, és tetszik. Egyébként igen, meg kell mondanom, hogy így a 2015-ös játék felhozatalból az egyik az, ami így lenni, és azt mondtam, hogy hú, az must have. De még az 1-2-t is ki kéne tolnom, de... Üdv a klubban, tesó. Én játszottam már a... Egyet elkezdtem. Szintén. Van benne 6 vagy 7 órám. Azóta... Ez a prológus. Nekem is kell bennyi. Figyelj, mert láttam mindent 3/10. De egyébként tökéletes van. De jó. Nem mindegy. Hát én azt mondom, hogy szegény Nintendo többet... Most kicsit lépjünk túl szegényeken, mert most már nagyon unjuk a hülyességeiket. Szedd össze magad, Nintendo. Következő témánk egyébként egy kicsit PC közelibb eshetőség. Biztosan emlékeztek még a Shadow Realms című játékra. Nem, hát persze, hogy nem, a kutya sem emlékszik, mert annyira szarnak tűnne, elnézést. A BioWare-nek volt egy ilyen nagyon bizarr, olyan volt, mintha a BioWare kitalálta volna, hogy csinálnak egy Fantasztikus 4-es megcsinálják. Nem, hogy hívták azt az MMO játékot? Zseniálisan jó volt, a Funcomé volt. Ilyen horror, misztikus játék volt. Secret World? Az. A Secret yeah. Worldnek volt egy ilyen nagyon kifecsart multiplayer, co-opos verziója, bemutatták, és mindenki a fejét vakargatta, hogy te ezek hülyék. És így a játékot egyszer csak törölték, ami megmondom őszintén, én azért nem vagyok meglepve rajta, mert mindenki, akinek, ahogy Krisz mondta ezt egyszer, hogy 80-as IQ felett mindenkinek nyilvánvaló, tökre úgy volt, hogy megnéztem a bemutatót, és azt mondtam, hogy ez így érdekes lenne $5. De nem is értettem egyébként, hogy a megmondom őszintén, a bemutató után nem nagyon követtem a dolgot, volt ugye egy előzetesünk a Shadow Realms-ről, azt nem is tudom, hogy ez talán én írtam, akkor belástam, azt hiszem magam eléggé. De így a játék után így eltűnt a porondról, nem is hallottam fel, megmondom őszintén, hogy nem is érdekelt, és ezt csak olvastam, hogy vége van, amit egyébként annyiból sajnálom, mert a BioWare-nek ez lett volna egy új IP-je nagyon-nagyon régóta, talán lehetett volna bele valami klassz dolgot is kihozni, hogyha a bemutatóban leleplezett anyagról megmondják, hogy igen, vagy esetleg várnak a bejelentéssel. Vagy mondjuk... Az első plegyka, hogy rebootolják az egészet, az igen. Törlés előtt jött ki, vagy 2 héttel. Mert annyira azért volt, hogy újra akarják kezdeni. Hát meg, hogy az Origin-re át kell rakni, vagy az Origin-t is meg kéne pörgetni. Ez is a plegyka részről. Így van. És ebből, de ez meg úgy olyan logikus is lenne az Origin-os rész. Most azt, hogy mennyire kell újra kezdeni, azt ők tudják, de az, hogy teljesen törölték, hát
valahol szerintem szomorú, máshol én mégsem vagyok annyira meglepve ezen. Hát, emlékszem, hogy ez még a nyári Gamescom-on mutatták be, jól emlékszem? Fú, nem emlékszem. Nem, a Gamescom-on. Igen, emlékszem rá, mert bent ültem a kollégákkal a Nyuger klubban. Igen, Gamescom. Gamescom volt. Igen, Nyuger klubban bent ültünk, és nem volt hang, csak a képet tudtuk nézni a Gamescom-ról, bent ültünk a portál, és hárman ültünk a gép előtt, és néztük, és ez most micsoda, egyikünk egyáltalán semmi, nem érte, csak így látta, hogy mi ketten nagyon akarjuk nézni, akkor jól nézzük, és nézzük, ez most micsoda, BioWare. És ez mi? Nem tudom. Annyira semmiből jön, fogalmunk nem volt arról, hogy a BioWare, arról már volt szó, hogy készülnek egy új IP-vel, pláne, hogy a Mass Effect trilógia akkor már véget ért. Tehát ugye ez nem a fél BioWare csapat volt, hanem az Austin. Az nem baj, BioWare. És... egyébként én sem emlékeztem rá, hogy ez egy másik részlegű, de hát azok is 6 millióan vannak. Persze, rengetegen vannak, meg ilyen kis részleg, olyan kis részleg, minden lényeg, hogy volt arról szó, hogy új BioWare IP, és akkor csak egy hirtelen jött, hogy Shadow Realms, és akkor... ez mi? Utána elkezdtünk egyből keresni az internetet, hogy ez micsoda? Mert oké, hogy adegy nem hallottuk, az kettő, csak annyit láttunk belőle, hogy Chili, Willy, emberek. megmondom őszintén, az első pre-alpha videó iszonyatosan ronda volt. Ez volt, amin én nagyon meglepődtem, hogy ezért a Mass Effect-et, meg a Dragon Age-ek, eszemültetlen a Dragon Age 2-t, de még az sem volt annyira csúnya. Amikor megjelentek, azok azért egy elég magas ilyen production value játékok voltak, ez meg így, hát ilyen nagyon furcsa tűnt nekem. Nem éreztem azt benne, hogy ez egy EA által kiadandó, tripla, csúcsjáték, hanem azt éreztem, hogy ez nagyon fasza lenne a Steam Greenlighton vagy a Kickstarteren. És az elmond valami. Aki nem tudja, arról szólt, hogy az egész modern világ, négy játékos, meg egy szörny, ez mint emberek által irányítva, mint az Evolve-ban kb. A Left 4 Dead-et másolták le, egy olyan maga a szörny gyakorlatilag rendezőként funkcionáltott volna, lerakatott volna csapdákat a pályáról, szörnyeket, varázslatot, a gyebeket, azok a feladata, hogy megállítsa a hősöket. Ez a, itt az Arma 3-nak van egy ilyen módja, az Zeus mód, ahol ugyanezt csinálhatott, istenként bármit lerakhatsz a pályára, ezt a hármat lopták, idézőjelben lopták. Ez lett volna a játék, aszimmetrikus multiplayer, innen egy modern világban. Innen nyerték az ötletet. Igen, innen nyerték az ötletet, és elvileg ugye vagy free-to-play lett volna, vagy dobozos, de aztán free-to-play volt, ami felé próbáltak nyomulni, és ez lett volna a játék. Nem hangzik egyébként úgy rosszul, ha belegondolom. Csak... persze. Kíváncsi lettem volna. Pláne, hogyha ez, mondhatni, ez lett volna a szegény ember Evolve-ja, így ebből kiindulva. Fantasy Evolve. Ja. Pláne engem jobban be is vonz a fantasy világ, mint az, amiben az Evolve van. Azokat szeretem, az olyan fantasy-ket, amiket így belemosnak a mi való világunkba. Ezért tetszett egyébként a... Secret. Igen, az a játék is. De egyébként tényleg, tehát kedvelem az ilyen sztorikat. Ezért szeretem például a World of Darkness-t is, ugye szerepjátékként. Meg tehát, a Stalkert. Akár, bár az mondjuk nem annyira misztikus, de igen, végülis mondhatjuk. Hát, hogyha láttad egyébként a filmet, mint a Tarkovsky filmet? Persze, olvastam a regényt is. És azok után azt nem mondod, misztikusnak? Jó, én a játékra gondoltam, a játék az jóval föltözragadtabb volt. Bár mondjuk, ha valaki feloldotta a Shadow of Chernobyl eredeti igazi végét, vézom, láttad? Nem láttam. Jó, befogom. Végelőzhettem abba aztán. Na mindegy, az igazi befejezés, mert nagyon sokan el lehet rontani, az egy nagyon nagy mindfuck, tehát azt érdemes, ha valaki még nem is ismer ennyire a játékot, olvassa el, nézze meg YouTube-on, mert az tényleg pofog. Egy, nem is tudom, a Call of Pripyat az hiányzik nekem a trilógiából, a Steamre, utána meg megyek végig, csapatom az egészet. Az megmondom, most volt két bundleben egyébként az elmúlt egy hónapban, két külön. Sőt, most én tudom, most elkebben beszélni. Tudom, de az ilyen 10 eurós bundlek voltak, azt megint köszönöm. De most van egy ilyen bundlestársz, hiszem 6 vagy valami ilyesmi. A mostani, az új. A mostani 10 eurós, igen, láttam, szívesen. Szerinted nem követem, szerinted nem vagyok feliratkozva ilyenek. Figyelj, szegény... Stalker Bundle volt most komolyan, hogy így... De Wilson, egy szegény, szerencsétlen... Akkor a kiinguinon kell vásárolni. 9 euró, 17 euróval lejár. Mire ezt hallgatjátok, már egy hét... Mennyi? 8,99 euró. Na látod, na a másik kettő meg megvan. Az nem 10, az 8,99. Akkor is. Hát a másik kettőt elajándékozod egy barátodnak, hogy felrakod pénzért a G2-ére. G2-ére, tényleg. Tudod, megveheted a dolgot. Kövessetek Twitteren, mert szoktam ilyeneket csinálni, hogy amikor már veszek olyan bandolokat, amiben már valami legalább egyszer megvan, akkor ezt elajándékozom. Bizony, jó ember vagyok. Megvehetnéd egy kedves orosz embertől. Szergej Ivanovics Ivancsics-tól. Aki előtt elmondja, hogy édesanyám mekkora szuka meg. Cike. Így köszön. Ja.
Hát ha nincs mézed Oroszországban, akkor játsz Dota 2-ben. Igen, az az ilyen. Szerintem nem szoktam. Olyan jó már, mindig imádom. Múltkor megkérdeztem, amikor elkezdtek beírni oroszul, hogy friendly, és így no. Azonnal válaszol. Yes. Orosz gyors talpaló egyébként. Egyszer volt az, hogy amúgy tényleg, egyszer volt olyan, hogy az egyik kedves angol ismerősöm írta nekik, hogy most már ezt a retard nyelvüket otthon hagyhatják a fenébe. Akkor hirtelen mindegyik megtanult angolul, és elkezdtek volt chatba angolul írni. És szitták? Szitták, de mit? Nem gondoltam. Azt tudnák. Azt nagyon. Superior nyelveket azokat tanulják, így mondta neki. Tehát az angolt. Superior. Ja. Most ugye Putyinos látogatás után pár nappal merész. Én amúgy szeretem Oroszország, én nekem nem lenni probléma vele. Na most, hogy már a ruszofóbokat is kielégítettük. Most már könnyebb a lelkem világa. Egyébként visszatérve a Shadow Realms, hogyha free-to-play játék lett volna, az érdekes lett volna, hogy a BioWare-nek igazából csak egy olyan játék van, ami kvázi free-to-play, az a Star Wars, igaz? Igen, az Esvétor. De az is ugye eredetileg rendes fizetős nagy cuccnak indul, csak aztán véletlenül az. Fizetős idője. Hát most arra kell ráfeküdnünk, ami elég érdekes váltás. Ugye az volt az indok, hogy azért is tűnik meg, mert akkor jobban tudnak figyelni az Old Republic-ra. Igen. Annak a 600 ezer embernek, hogy mennyi talán az aktív játékosok száma? Arra egy egész stúdiót ráállítani, az elég furcsa, amikor tudjuk, hogy belőltek több száz millió dollár. Ja, arról nem is beszélve, hogy abban gyakorlatilag nem sok, mennyi pénzük lehet abból, nem sok. Hát ugye, hogy működik, mint, hát hogy működik? Nem a Guild Wars-hoz hasonlít, mint mikrotranszakciók vannak benne, nem? Igen, nem és free-to-play játékos, ja, mint eléggé visszafognak, tehát mit tudom én, az elején nem lehetett teleportálni, csak naponta egyszer, milyen ilyesmi hülye korlátok voltak. Tehát ilyen nagyon-nagyon visszafogták a free-to-play játékosokat. Pontosan. Meg azt tudom, hogy kozmetikai cikkeket lehet vásárolgatni. Igen. Hú, az úgy hangzik. Az olyan szándékból, ez így hangzik. Kozmetikai cikkek. Mekkora király. Kifestem a Jedi Man. Az a von támogatása. Én a bukimat akarom. Hot. Fagyos idő, de a taft még tart. Azaz. Hát, igazság szerint, ha már a Shadow Realms nem is jelenik meg, kíváncsi lettem volna, hány pontot vagy százalékot kap. Bár nem a Eurogamernél, mert ott többet, nincsen pontszám. Akik kicsit, átkötés. Ugye, próbálkozom. Akik egyébként lemaradtak volna, ez a utóbbi hetek egyik ilyen nagyon forró sztoria volt, hogy van ugye ez a brit óriás portál, az talán a legnagyobb angol oldal, ez a Eurogamer, elég jó egyébként egy angol, meglehetősen jó kis szakportál játékokról. Ez én megmondom őszintén a Digital Foundry blogjuk miatt imádom és követem őket, amilyen technikai elemzéseket csinál játékokról. Zseniális. Na mindegy, szóval ennek a Eurogamernek voltak ugye mindig is rendes review-jai, amint kijött egy játék, Day One review-kkal volt tele az egész, és hát mindig volt az olyan egy pontszám. 6, 5, 7, 8, 10 véletlenül se keresetek ott. Egyébként sokan szitták néha, hogy a cikkeik ezek ilyen eléggé ilyen, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, ilyen elég szabadosan írt cikkeik voltak, és a végén a pontszám nem mindig állt, hogy mondjam, nem mindig tűnt koherensnek ahhoz, amit írnak, de hát ugye ez már írói stílus kérdése is. Egyik nap ők bejelentették, hogy hát srácok, ennyi volt, nem lesz többet pontszámozás, mert helyette ilyen kis badge-ek lesznek, ilyen kis medálok. Ajánlott, nem is tudom még mi volt, azt hiszem a harmadik. Bedesszél. Nem az a nem ajánlott, mert volt az ajánlott, a nem ajánlott. És az Evoid volt. Került. Ja, és lesz olyan is, aminek meg nincsen medálja, tehát olyan teszt is, aminek nincs a végén semmi. Mert egy neutrális dolog lesz. És ők azzal magyarázták ezt az egészet egy editorial anyagban, hogy mivel megváltoztak a játékok, ma már a játékvilág is fejlődött, a játékok maguk is fejlődtek, és ennél fogva szerintük az értékeléseknek is fejlődni kell, haladni kell a korral, mert ugye az online világra ráállt játékok folyamatos változásai miatt, illetve az egyre nagyobbá nőtt programok szertágazó lehetőségei miatt igazából nem lehet azt, hogy egyetlen embert ráállítsunk, és teljesen profi módon mindent ellenőrizve azt mondja, hogy ez a játék egy hatos, mert mire kijön a teszt, másnap már mondjuk lehet, hogy hetes, mert jött hozzá egy ingyenes pakk. Ez pont egy online lapnak nem kéne egy problémát jelentsen. Igen, ez pont most akartam mondani, hogy akkor szerintem ezt így beszéljük át, mert nekem van erről egy véleményem, ezt kis fejtettem egy cikkben, de majd arra visszatérek, de hogy ti így mit gondoltak erről? A magyar sajtóban azt tudom, hogy néhányan nagyon üdvözölték ezt a döntést, gondolok itt mondjuk Stökire, aki azt mondta, hogy mennyire jó, mert van rá utálja a százalékot, meg a pontokat. Én a személy szerint én nagyon szeretem a százalékos pontos rendszert, én szerintem kell az, hogy oda mondjuk.
De ti mit gondoltok? Szerintetek jó ötlet, amit a Eurogamer csinál? Nekem tetszik az ötlet, elmondom, hogy miért. Volt erről egy beszélgetésem egy ismerősömmel, és ő is pont azt mondta, hogy ki nem állhatja a százalékokat, és annyira utálja, amikor ír egy cikket, és a végére az, oda kell írnia, hogy ennyi százalékot adok rá, annyi százalékot adok rá, és annyira örül neki, hogy vannak olyan helyek, ahol neki ezt nem kell megcsinálni, csak ír róla, vagy beszél egy játékról, és elmondja a véleményét, elmondja, hogy mit gondol róla, és ez a rendszer, amit most kitaláltak, akkor, hogy ajánlod, nem ajánlod, vagy inkább hagyd a fenébe, máshogy nem lehet kifejezni. Neki ez nagyon tetszik, és szerintem van egy olyan nézésem, hogy ha ezt idehaza is bevezetnénk többen, akkor hát más megvilágításba kerülnének a tesztek, mert szerintem én például tudom magamról, hogy amikor hirtelen a kezembe kapok egy újságot, akkor nem az szokott lenni az első dolgom, hogy végigolvasom az egész cikket, hanem mondjuk kíváncsi vagyok egy játékra. Lásd, mostani PC guru, kinyitottam a Johnny-nak az értékelését a Get Out of Hell-ről, és kíváncsi voltam, nem volt hirtelen arra időm, hogy végigolvasom, csak megnéztem a százalékot. És lehet, hogy ott felejtem az újságot, és soha nem, és nem fogom elolvasni. De most viszont ott van, hogy ajánlott, akkor elolvasom. Akkor tehát, elolvasom azért, mert kíváncsi vagyok, hogy miért ajánlják azt a játékot azon felül, hogy akkor a franchise bővül, és akkor úgy... Akkor nem azért olvasod, hogy ajánlja, hanem már rákényszerít arra, hogy elolvasod a cikket. Valamilyen szempontból igen. És az is egyfajta ösztönzés. És azért a százalékos értékelés ezt meg nem igazán adja meg. Csak hogyha nagyon alacsony, vagy ha nagyon magas. De itt meg az a baj, itthon meg ugye pont ez az örök probléma kb. 20 éve, hogy az alsó skálát nem használja egy újság se. Tehát 20-30%-os teszt nem nagyon létezik Magyarországon. Én használom. És a másik, hogy az emberek fejében azon, hogy ami nem 9 pont, az már szarjáték. Miközben a 8, a 7 meg a 6 az egyáltalán nem szar, az 5 meg a közepes kéne, hogy legyen, de az 5 az itthon az a legalja. Tehát amikor egy szarjátékot értékel valaki, akkor általában 5-öt ad rá. Emlékszem. Mert hogy az a legalacsonyabb itthon. Ami... Igen. Tehát így el van tolva a skála nagyon durván az emberek fejében. Mondjuk én nekem erre van egy elméletem, hogy miért. Hallgatom. Én úgy gondolom, hogy azért, mert például most a PC Group-ból kiindulva nekünk egy korlátozott számú oldalunk van arra, hogy teszteljünk, és az a játékon már 30%-ot kapni, az egyszerűen nem üti meg a mércét, hogy írjunk róla, ha csak nem olyan nagy játék, mint az Aliens Colonial Marines volt, aminél ugye pofon volt, mert ez egy nagy kiadó nagy játéka volt, de mondjuk amit tudom, kijön a Traktor Fuckers 8, akkor így senki nem gondolja, hogy az a játék olyan rohadt jó, hogy arról írjunk, és így megnézzük a folyamatos lefelé mutató kis hüvelykujacskákat a Steamen, és így nem foglalkozunk vele, és szerintem ez volt az egyik oka, hogy így az alsó skála kihalt idehaza. A másik meg, hogy én úgy gondolom, hogy amikor egy játék már olyan, hogy az a érdemes legyen játszani, az ilyen tényleg az ilyen 50%-nál már a funkcióját töltse be és működjön. Tehát például egy Ride to Hell az nem tölti be a funkcióját, az egy szar. De mondjuk... De az nem is 50%-os. Hát nem, az nem. 30, de érted, az például egy kivétel volt, hogy... De arra nem is írtunk. Látod? Például az kimaradt, mert annyira atré volt. Nem, arról csak ezzel játszunk volt. Csak ezzel is játszunk elég, volt. Épp igazából azért mondhat, hogy nem volt belőle a teszt példány. Ja, hát jó, de érted, akkor mondjuk csak azért raktuk volna benne, mert hogy nézzétek meg, ilyen is van, de... De a legszorabb játékokról vannak általában a legjobb cikkek egyébként, meg a legviccesebbek. Persze, mert humoros, tudsz igen. Poénkodni. Akkor nem arra figyel az ember, hogy ez működik, hogy működik, hanem az, Jézus Mária, ez mennyire rossz, és miért, és abban lehet egy jó kis szatírát összehozni. Hát mint Credence-nek legutóbb az Escape the Island cikke, ami folyamatosan... Lesz a hónapban is egyébként egy ilyen cikke. Mit ír? Hát ezt nem árul, mert... De a címet... Akkor csak így tátok, de... Nem, de nagyon-nagyon vicces lett. Akkor majd megkérdezem tőle. Jó, meg tudjuk nézni egyébként, de ti nektek nem mondjuk el. De mondjuk csak egy hónap múlva, amikor kijön az újság. Így van. Majd lesz róla a videó a PC Guru YouTube oldalán. Nem lesz, nem? És nem fog lejátszani. Ja igen, a videót tesztek nagy részt, amikor odaértek, hogy miért nem tud játszani a csokó, az azért van, mert Krisz játszik, őt kell utálni, nagyon szívesen Krisz puszi. De egyébként, szóval igen, tényleg jókat lehet írni amúgy a játékról, bár volt olyan, hogy nekem kellett szarjátékon, és így már nem bírtam. Egyszerűen mit írni, annyira vacak volt. Elöntötte az adat, hogy volt régen rohadt jó cikk 2007 felé, mikor guruban, amikor mindenkinek kellett írni egy olyan játékról, amit zsigerből gyűlölt. És akkor azt hiszem Béd volt, aki űrhajós játékról írt, valamelyik stratégiáról. Wow. Vagy talán a sportjátékról kellett neki, és Gretnek kellett űrhajós játékról. Tehát ilyen, az nagyon vicces volt. Mindenki... Ezt a számot be kéne szerezni. Hát, vagy kéne csinálni. Meg kéne nézni, hogy fönn van-e a webshopban. Én bevállalom, de nem vállalok felelősséget a cikkért. Úgyhogy... Úristen, és előtetted a fejemben a gondolatot, hogy vajon melyik az a játék, amit én teljes zsigerből utálok. Hát egyébként nem olyan nehéz, most mit tudom én. Mivel nem játszom még mifajta sportjátékok. Sportjátékokkal még el vagyok, az nem olyan vészes. A ritmus. Azokat is szeretem. Fitness.
Azokat is? Bármilyen nehéz. Életszimulátor. Nem gáz, Sims. Gondolj bele, egy EVE Online kiegészítő, ahol egy alapoktól kell. De azt nem azért nem játszott, szerintem megutálja, nem, mert nem játszottam még életemben izével, MMO-val. Komolyan megutálja. Majd teszünk róla, figyelj! Jó van, dolgozom rajta. Nincs olyan, amit kifejezetten utálok. Egyedül a stratégiai játékokat nem látom át, meg nem vagyok bennük jó, de attól még nem utálom azért. Sportjátékoktól hányok. Mondta az ember, aki FIFA-t tesztelte éveken keresztül. Na jó, van, jó, hát ez jobb, ha nem is emlegesítettek. De milyen lelkes is volt. Emlékszem rá, amikor mentünk még annó Play, nem is, akkor már Play-t volt, nem? Vagy Budapest Games? Nem, még Play. Csak a PC grusót is. Bocsánat! Mindig elfelejtem, a csodába. Tudod, ez a videó, ez olyan lesz, hogy már ezt vágom mindig, hogy a PC grusó, más hangon. Férfi hanggal, igen. Kriszt mondja, hogy a picigusó. Aj, mindegy, szóval emlékszem rá, amikor mentem még Ákossal, amikor Ákos, ő egy közös ismerősünk volt, nem, volt osztálytársam, és ilyen öreg van. Figyelj, nem baj, a 40-es túl, mondjuk nem volt a legjobb, de majd átadom. Azért üdvözlöm. Jó, volt a bonanza banzára. Nagyon durva. Szóval, igen. Lényeg, hogy amikor azt te tartottál róla előadást a nagy színpadon, és mondtad, hogy majd nézzük meg, de ne hallgassuk végig. Nem, az nem előadás volt, gyerekek, az életem legkínosabb pillanata volt, mikor azt mondták, hogy oda röppentek hozzám IE-s emberkék, mert akkor volt magyar IE, és azt mondták, hogy figyelj, most lesz egy FIFA bajnokság, és neked kell levezényelni. Úristen, arra. Mondom, ki játszik? Gabu meg Gogentinho. De várjál, úgy kell mondani a nevét, és elkezdték magyarázni. És akkor fölmegyek, volt 3 percem felkészülni, hogy mi a fene lesz, fölküldtek, a két srácot játszott, Gabut éppen azóta is ismerjük, és így játszanak, és életem legkésőbb pillanatot állok, és így próbálok ilyen nagyon okosan hozzá, azt sem tudom, milyen csapattal játszanak, és akkor így nézem, hogy na majd biztos egyszerű lesz, hogy azt mondom, hogy ugye az egyik az mondjuk sötét mezben van, a másik fehér. Gyerekek, mind a kettő a fehérben van. Mind a kettő fehérben játszott. Rohangált egy 200 fehér ruhás ember a képernyőn. Én meg mondtam, hogy nagyon szép gól volt. Ki a fene rúgta? Nagyon gáz, és akkor végén, mikor ugye az egyikük nyert, nem vicc, mind a ketten sírtak, ugye örömükben, tehát azért úgy meg nagyon, azért, mert ugye mehettek volna egy európai bajnokságra utána, uh-huh. És oda kellett mennem, oda mentem az egyik összegen, és figyelj, te nyertél. Tehát, hogy ez nagyon durva volt, úgyhogy ennyit. Amúgy ezt lent nem láttuk, szóval nem érzékeltük. Azért egyedül azt, amit mondtál. Elhiszed, hogy az ő tekintetében láttam, hogy érzékeli. Tehát, hogy jó, most... hát de ő meg akkor ott volt és idegeskedett. Fú. De mi lent ezt nem éreztük. Viszont amit mondtál, hogy tényleg mindenki fehér mezben volt, azt én is észrevettem, és atya, gondolkoztam, hogy atya úristen, most mi a francot élhetsz te át oda fönt, hogy fehér ember rúgja fehér ember. Ők hogy tudták azt átlátni? Nekem ez a mai napig nem értem, de hogy ez miért jó. Mindegy. Úgy ezt rosszul csinálták meg, az biztos. Na, hát az nem volt egy túl ügyes szervezés. Na mindegy, de egyébként a PC Grusón ilyennek nincsen. Igen, ilyen nincs. Nekünk LOL bajnokságunk van, legyen Dota legközelebb. Jó, beszélj meg a vélvel. Oké, igyekszem. Krisz meg te majd lehet, Krisznek hívunk néhány orosz játszópajtást. Jézus Mária! Orosztánt elhívunk. Hogy van oroszul, hogy a medve lovaglók, hogy mondjam. Medvegy. Medvegy? Az nem, hogy ez tovább van, hogy a medve vagy medvegy. Meg vicc nélkül tényleg. De medvegyebb vagy. Medvegyebb? Tényleg? Na mindegy, szóval visszatérve a pontszámokra, mert nagyon durván elkanyarodunk egyébként, tehát akkor neked nincs olyan játék, amit sikerből utálnál, nincs olyan műfaj. Nincs olyan, amit sikerből utálok, képzeld el. Hát ez hihetetlen. Nagyon durva, mi? Valami kiindulásra lehet a személyiségemből. Hardcore szimulátorok, mondjuk nem tudom, például egy... Farming szimulátor? Attól nem tudok vele játszani. Football Manager? Nem játszottam még vele, nem tudom azt mondani rá, hogy utálom, hogyha még nem is láttam gyakorlatilag. Grand Strategy? Tudod, pontosan? Mint mondjuk? Hát, mint mondjuk a... Crusader Kings, Europa Universalis. Hearts of Iron. Megvan a Crusader Kings, csak még nem próbáltam ki. Most már kéne kezdenem játszani a Steam-es játékaimmal, igaz? Igen, nem igen. Csak dotázni úgy. Hát elindulnának a 15 éves gépeden. Köszönöm. De figyelj, azt hallottam, hogy már nagyon stabilan fut egy Pentium 2-esen. Jó, hát, majd spórolok rá. Na mindegy, szerintem ugorjunk. De igen, viszont te mit gondolsz a pontokról, mint
Ugye főszerkesztőként a százalékok nem, világában lesz. Nem, vagyok szerintem objektív a témában, meg magam ellen beszélnék. Az nem baj. Nem szereted a százalékokat? Nem, nagyon szeretem. Barátok között beszélgessük meg. Nem, igazából január 1-től megváltozott volna a PC-ból értékelése drasztikusan. Arra emlékszem, hogy volt erről, csak aztán... Hát nem mondom el, mert lehet, hogy egyszer meg fog valósulni. Igazából azért nem valósult meg, mert technikai okai vannak a PC-ból online miatt. Ja, értem. Mert át kellett volna szervezni a PC-ból online-t, és ez most nem fér bele se időbe, se keretbe, se egyébbe. Hogy most a jelenlegi régi pontrendszer van, százalék a pro-kontrával. Uh-huh. Hát szerintem ez olyan, mintha ezentúl átváltanánk pontrendszerre, vagy ezentúl kis cicákat adnánk, tehát csak máshogy nevezzük azt, hogy nincs pontszám, vagy hogy három kategóriánk van, és nem 100 százalékunk, vagy 10 pontunk, tehát ebből a szempontból szerintem ez bullshit. Igen. Csak átcsomagolták ugyanazt a rendszert, ami azért is azért vicces, hogy a Google miatt muszáj megtartani a pontrendszert, tehát valójában adnak rá pontot, azért, mert hogyha a Google keresést megcsinálod, akkor ott kell egy pontszám, a csillagok vannak, valójában ott lesznek a pontszámok, csak azt nem fogod látni a front oldalon. Viszont az jobban hangzik, hogy ez a játék három láma nyelvet ért, mint az, hogy 4 pontot. De most igazából tök ugyanaz, mint azt mondod, hogy 5 pontot ért, és persze. Ezt csak átnevezték. Másik meg, hogy de viccesebb. Másiknak, hogy viszonyítani kell valamihez, tehát ha mondjuk vásárolnak ajánlasz játékot, akkor hogy fogod azt mondani, hogy ez a FIFA 15 az jobb, mint a PES, mert itt ajánlott volt a tesztnél, ott meg nem. És ha mindenki képzeljétek el mondjuk egy Call of Duty és egy Battlefield cikket egymás mellett, és minden kettő ajánlott, és akkor most melyikkinek ajánlott? Főleg, hogyha azt nézzük, hogy minden évben az a komment, hogy most 9 pontot kapott a Battlefield, akkor ez jobb, mint a 8 pontos kód, meg hogy a kedvencem az mindig az ott, mikor két tök különböző műfajra mondták ezt, hogy tehát 9-et kapott a Battlefield, akkor az sokkal szarabb emiatt a Need for Speed, ami csak 80-at kapott. De hát teljesen hogy... más a kettő. Jó, hát logikát nem kell keresni, rengeteg ilyen komment van. Én szerintem nem, én nem törölném el a rendszert, azért nem, mert van haszna, meg van szerepe. Szerintem a százalék az nem jó. Nem vagy anarchista, nem törölnéd el a rendszert. Én a pontrendszerben hiszek, meg csak az a baj továbbra is szerintem, hogy itthon, meg a világban is főleg az van, hogy 5 alatt nincsen pontszám, 9 alatt meg nincs jó játék. Tehát ezt az emberek fejében ez van benne, és ez a fő probléma, és nem az, hogy pontszám van a teszt végén. Nyilván nekünk is az érdekünk, hogy elolvassa mindenki a cikkeinket, hiszen ebből élünk, ezt adjuk el. Ez de... az, és mennyit dolgozunk vele. Igen, de most én nem írok például feltézlem... egy, én is most írok egy hardware cikket, és majd szeretném, hogyha elolvasnátok a következő PC Guruban. Ott egyébként nem... pont nincsenek már, hogy a pontszámok. Igen, azért mondom, hogy olvassák el. Onnan azért szedtem ki, mert ott viszont tényleg úgy éreztem, hogy így mit, hogy értékek. Egeret nem lehet értékelni, mert ez egy különbség, egy 5 pontos egér, meg egy 5 pontos egér. Így van, így van. Mi az annak, amiben igaz, hogy tehát régen is adott, hogy 1-től 10-ig értékeltük, és akkor nem volt olyan hardverünk, ami 8 pont alatt lett volna, mert hogy egyszerűen nem jutott hozzánk olyan hardver, ami annyira tré lett volna, hogy foglalkozunk vele, ugye amilyen nagyon gagyi, azt én például nem kérem be. Amúgy ez tényleg, ez egy jó dolog. Tehát, hogy, és akkor amíg viszont iszonyatosan hú, de hagyd egy cseszet jó, és azt mondom, hogy ez nagyon kire, az kap egy ajánlottat. A hardverünk ez úgy még oké, de hát ott könyörgömött, ugye rengeteg dimenziója van egy dolognak, és az százezrekbe kerülnek. Egy izénél, egy játéknál, Én úgy gondolom, hogy kell igenis a százalék, kell igenis a pontszám, kell az, hogy szerintem önnek van pszichológiája is, hogy az ember a végén érezze azt a jutalmat, hogy elolvasta, vagy ha nem is olvasta, látja azt, hogy ezt ki van fejezve valamilyen nyers formában. Matek nyelvére le van fordítva, hogy ez a játék 6 pont, és onnantól kezdve, mert bocsánat, kedves Eurogamer, náluk ugye állandóan az volt a gáz, hogy a cikkeiket, ha elolvastad, néha nem derült ki, hogy mi a francul ír le. Halál komolyan több olyan cikkük volt, amit én olvastam, és nem jöttem rá, hogy most milyen stílusú a játék, mi ez a játék. De az mi... már a cikkírónak a hibája. Pontosan! Nem feltétlen hiba, csak az a baj, hogy te, meg mindenki más a hagyományos teszthez van. Hozzászokva, amikor egy újságírásban van 800-900 más műfaj is, publicisztika, recenziónak az a fajtája, és ugye ők az a baj, hogy ők videójáték magazin, ezért minden ember más videójáték magazinhoz hasonlítja, és teljesen más formátumban dolgoznak. Szerintem egy nagyon az Eurogamer messze a legjobb cikkeket gyártja, csak nem hagyományos cikként kell tekinteni rá, hanem tényleg egy publicisztikaként. Uh-huh. És nem olyan teszt, mint ami a GameSpot-on, az IGN-en vagy nálunk. Hát csak egy gond, én nem tudom, én magamból indulok ki, én nem ilyen anyagokat várok, mondjuk, ezért nem olvasom őket annyit már. A helyén kell kezelni, nem csak ezt kell olvasni, hogyha rendes, idézőjelben hagyományos véleményt vársz, akkor olvasd a más olyan oldalt, amely bízol, ahol hagyományos cikkek vannak, ez pedig inkább kiegészítés, ami hangulatot ad. A PC Gurut szoktam olvasni, ott vannak a legjobb cikkek. Igen, ott vannak a legjobb cikkek, plusz végigjátszások. Tippek, trükkök. Igen. De egyébként... És hírek. Sok hír van. Nagyon sok hírünk van. Úgyhogy nézzétek a híreket, annyi van. Tényleg, most sokan vagyunk. Hát még igen, meg leszünk is talán. Azt mondja, még. De egyelőre sokan vagyunk, de nem elegen. De egyébként visszatérve egy a Eurogamernek a pontozásaira, meg ezekre a pecsinyeire, én azt gondolom, hogy Wilson jól mondta, ez egy átcicomázás, egy átnevezés, és utána okoskodás arról, hogy ez miért jó.
Szerintem igazából a reakció arra, hogy ami az elmúlt két évben volt, az, hogy a Metacritic mennyire gonosz. Ja, igen. És hogy abban a szempontból teljesen jogos, hogy a Metacritic értéke az iparban túlsúlyban van, tehát van olyan kiadók, akik a Metacritic értékelés függvényében adnak bónuszokat, meg fizetnek ki milestone-okat, és ez igazából undorító, mert ha mondjuk egy ott akreditált ember valamit begőzöl, 4 pontot ad, és ezzel lehúzza az egész átlagot, akkor több száz ember tövelti el a megérdemelt pénzüket, csak azért, mert egy ponttal lement az átlag. Hát jó, de ez meg nehogy már a kritikus hibája legyen, ez már a cégek hibája. Nekünk nem, az a hibája, igen, hogy ezt ennyire komolyan veszik. 3 pont, igen, de hát, de egyébként a Eurogamernél meg nagyon sok, és személyes véleményem, hogy szerintem meg az is belejátszott náluk, hogy amit mondtam, hogy nem csak én voltam az, aki nem azt mondom, hogy nem értettem, de aki nem igazán láttam ezeknek a cikkeknek az igaz lényegiségét, mert ha elolvassátok a kommenteket a cikkeik alatt, nagyon sok nettó anyázás volt, hogy miért kapott X pontot, amikor a cikkben ezt meg ezt írjátok. És nagyon sokszor érezte, és ezt szerintem ők is látták, és simán tudom képzelni, hogy ez egyfajta struc politika volt, hogy te figyelj, Mike, már megint elküldtek az anyádba 74 ezer e-mailben, mert hogy 3 pontot adtál a játékról, miközben azt írod, hogy fantasztikus látvány, csináljunk már valamit, jó. Tehát én még ezt is el tudom egyébként képzelni, de szerintem simán lehet, hogy egy 2 év múlva újra lesznek pontjaik. Szerintem inkább azon a háttérben, mint amivel mi is ugye közöttem, mint nyomtatott magazin, az emberek nem olvasnak. És ez nem csak a nyomtatott magazinokat érinti, hanem az online-t is, és az Eurogamernek ugye nem nagyon vannak videótartalmai, tehát nekik vannak ugye Xboxos videórovatuk, de videóteszteket, hagyományosokat nem nagyon készítenek. Inkább ők írásos teszteket, azt meg nem feltétlenül olvassák el az emberek. Uh-huh. És ezzel próbálnak arra rámenni, hogy ösztököljék az embereket, hogy igenis olvassák el a cikkeket. Csak ugye az a baj, hogy mi is azt látjuk, hogy a legtöbb olvasó meg nem csak itthon, hanem külföldön is, megnézi a pontszámot, megnézi a pro-kontrát, és ezzel késznek tekintette a dolgot. Legjobb esetben elolvassa a leadet, de inkább a képeket ez nézik az meg. És most már videóteszteket néznek az emberek, mert ott nem kell olvasni, hanem csak figyelnek. Hát pillanatok alatt le tudod darálni, nem az van, hogy eltöltesz egy 20 percet azzal, hogy végigolvassa egy 6 oldalas cikket, ami túl gyorsnak hangzik, így 20 perc, 6 oldalas. Szóval igen. Nem, csak mindegy... aztán ne jöjjenek kommentekkel, hogy megkérdezik azt a dolgot, ami az első mondatban szerepel a cikkben. De meg igen, triviális dolgokat szoktak néha kérdezni. Vagy nézzenek PewDiePie-t, az a legjobb. Mindig megmondja, melyik játék jó, azon sikít. Aztán most az legyen a nézés, hogy nagyon-nagyon sok kommentet fogsz kapni ez alatt a videóval. Hát aztán volt, amikor ugye Freddy kiparodizált a PewDiePie-t. Jó, emlékszem. Ez aztán mai napig egy nagyon szürreális élmény volt, aztán a 70 ezredik feliratkozóért csinált egy videót, hogy hát akkor most csinálj egy paródia videót PewDiePie-ról. Videót, ahogy igen, hívta. Igen, csinált egy marha, tényleg nagyon jól kiporult, tehát marha vicces volt az egész. Azok a kommentek, amiket kapott szerencsétlen, hogy merész szalad, mert irigy vagy a sikerére. De hát már rég abba hagyta, mindegy, nem kell magyarázni. Emlékszem rá, hogy Twitteren is írta, hogy az emberek nem értik az... Figyelj, még az is benne volt a videójában, ami sok PewDiePie-ban is, hogy így mögötte volt ilyen szárító, meg kiszólt a szüleinek, meg nem tudom, hogy szia anya, igen, menjetek, én jól elleszem azzal. Nagyon rossz. Úgyhogy igen, biztos megkapom a magamét, de hát én már mindenre megkaptam, úgyhogy... Én sem szeretem egyébként személy szerint, nagyon taszít a stílusa, ugyanakkor el kell ismerni azt, hogy baromi jól megtalált egy lyukat, amit betömött az... A piaci rést, és 35 millió feliratkozóval azért így tényleg egy olyan ember lett, aki meghatározó, akire hallgatnak a véleményre, aki el tud adni termékeket. Oké, hogy borzalmas a stílus a legtöbb, meg taszító, meg minden, de egyrészt szerintem ez egy karakter, mint ahogy Francisnél is, ugye, vagy Bugi. Buginál a Francis. Igen, így. A másik pedig, hogy nem feltétlen kell őt úgy kezelni, mint egy hagyományos tesztet, vagy hagyományos videót. Ő arra megy rá, hogy szórakoztasson. Kérdés, hogy egyébként a nézők ezt megértik? Tehát tényleg van, mert én nagyon sokszor észreveszem, hogy nem értik, hogy mi a különbség. Nézzük Francis Bugit, akit ugye komolyan vettek hány hónapon keresztül. Tehát, mai napig komolyan itt veszik sokan. Itt egy motrombán kövér ember, aki üvölt a játékokra, a klasszikus sztereotípia. És még hírekben is láttam nem egyszer, hogy azért fogták, kivették, hogy rage-elnek valamit, és akkor pont őt tették be, mint a példányát ennek az egésznek, és így, de miért, srácok? Amúgy meg az még más kérdés PewDiePie esetében, hogy neki régen, én nagyon szerettem a videóit, például voltak ezek a montázsok, amikor összevágta, genuinely, na az hogy van magyarul? Szóval effektíve, komolyan megijedt valamitől, és ezeket belevágt egy videóba. Mondom, ezeket egyikünk se láttam, mert csak te nézted meg. De azért ez nagyon régen volt már. Na, azok a videók jók voltak. És föl is voltak. 2 hónapig. Az cool, igen. Jaj. Isten, de még amikor Ákossal jártam is. Úristen, nem. De, várjál, lehet. 8 milliméteren néztétek, mivel nem. Jaj, te. Hol a lyukkártyám, tényleg? Edi, ne ígérsz nekem lyukkártyát.
Tessék, ott van az egyik videó. Egyébként ezt tényleg látják itt Wilson tabletjén a PewDiePie csatorna. Úristen, kiráz a hideg, nem mit nézni. Most miért? Mert kék? Na jó. Nem, hanem a PewDiePie, valami idegesítő. Ja, igen, ez a beköszönés, nyakhoz tudom kikapcsolni a videót. PewDiePie vagyok, oké. Szia! A francban már betöltött a videó, azt hiszi, a YouTube-on megnéztem. Új. Na mindegy, de egyébként azt tény, el kell ismerni, hogy ügyes és jól csinált, amit csinált. Hát azért nem véletlenül lett belőle gazdag, meg él meg belőle jobban, mint bárki más. Atya úristen, és mennyi pénze van. És ez a hányszor tárgyalják az lapok, hogy mennyit keres a YouTube-bal. Volt is egyszer. De megdolgozik, érted? Ezt nem hiszik el, ezt nem látják az emberek, hogy ez rohadt kemény munka. Tudod, mennyit kell sipítozni, mert tönkre megy a hangod. Nem, de azért programot tervez az, hogy tartalmat gyártani minden héten, pontosan ugyanannyit, ugyanolyan ütembe, kihagyások nélkül, most azért tudom, az nem most kevés. Most milyen a schedule-ja neki, mert azt tudom, hogy... Nem tudom, én nem követem, de az biztos, hogy ez egy munka. Csökkentett, mert kiakadt azon, hogy a YouTube-nak van egy ilyen szűrőrendszere, hogy hogyan juttatja a feliratkozókhoz a tartalmat, és ja, túl sokat gyártott, ugye neki két naponta volt. Uh-huh. És... Nem, eddig úgy volt, eddig, nem tudom, egy két éve, vagy másfél éve úgy volt, hogy naponta két videót föltöltött. Az volt az elején, aztán csökkent napi egyre, aztán most ott tartott, azt hiszem, hogy két naponta, és fel volt háborod, hogy nem látják a videóit, és most azt hiszem heti egyre lép, de nem tudom, hogy megtette, csak szó volt róla, és ugye kilőtte a kommenteket. A kommenteket. Ő is már nála sincsenek, és hát igazából ennyi. De én mondom, én ugye mivel nem követem, én csak a hírekben találkozom vele, meg ugye a Source Parkban volt, mit tudom én, ezért így nem teljesen releváns, nem tudom, hogy pontosan mi van vele, de majd fölhívom valamelyik nap. Megcsörgeted Andrában? Megcsörgetem. Hát de igazából pont a YouTube-nak ezek a baromságai lesznek érdekesek, hogy hosszú távon mennyire üt vissza pont ez a visszasorolás, meg ugye a klasszikus, amely Angry Joe-nál is ugye belefutotta, amikor valaki panaszt emel, és akkor gyakorlatilag azonnal vétkesnek tekintik, ahelyett, hogy ugye az ártatlanság vélelme az ott nem létezik a YouTube-on. Ugye? Controversy videó megvan? Ő azt visszatöltötte egyáltalán azóta? Én nem láttam. Emlékszem, hogy visszatöltötte. Na mindig, aki esetleg lemaradt volna, Angry Joe egy YouTuber, aki készített egy ilyen 2014 legvitatottabb esetei videót, és volt benne egyetlen kép, ami a Gamergate-ről szólt, és a képen, ez nem ő készítette a képet, ez fontos tudni, ez egy Photoshop munka volt valakinek a DeviantArt profiljáról vette kölcsön, de kreditelte az illetőt. Ő azon rajta volt egy csomó csatorna, úgy volt megcsinálva a kép, hogy az egyik fele a csatornáknak a Pro Gamergate, a másik Contra Gamergate. És volt egy kép egy csatornáról, egy logó, egy kicsi csatornáról, amit így alig követnek pár ezren, amelyik annyira felháborodott ezen a képen, hogy feljelentette Angry Joe-t a YouTube-nál, ugye rakott rá, hogy is hívják ezt? Amikor egy sztrájkot. Igen, egy sztrájkot a videójára, és leszették a videóját szerencsétlen embernek, nem tudta, hogy Wilson mondja, nincs ártatlanság védelme, nem tudta magát megvédeni, ment a hajtépés Facebookon, Twitteren, azt se tudta, ki ez az ember, próbálta neki elmagyarázni, hogy nem, az, hogy nem ő csinálta a képet, de onnantól kezdve mindegy volt, hogy a videóját meg tönkretették. És ez a sokadik botrány YouTube-nál, ahogy ugye volt a zeneszűrés, amikor gyakorlatilag bevezet egy algoritmust, egy robotot, ami szűri a videókat, és ha ismerő zenét talál, akkor rögtön megtiltja a bevételszerzést, vagy egyéb dolgokat csinál, és hogyha több ilyen sztrájkot kapsz, akkor a csatornádat törlik. Akkor törlik, három és hiába van mondjuk több millió feliratkozód, akkor is nem foglalkoznak vele. Ja. Most ezért is érdekes ez, mert hogyha még idén több ilyen YouTube botrány lesz, akkor mi lesz akkor, hogyha az Amazon megvette a Twitch-et, és ezt elkezdik felpörgetni, és mondjuk nem csak streamelni lehet, hanem kitalálják azt, hogy akkor most egy gamer-centrikus portált csinálnak belőle. Úgy volt eredetileg, hogy megfelvásárolta a Google, ha jól emlékszem, igen. Aztán később átadták az Amazonnak, de nem akarta vásárolni. Nem lett abból semmi, az Amazon több pénzt ajánlott, és az Amazon vette meg. Igen, és már volt arról szó, miközben ugye ment a Google-el való egyezkedés, hogy akkor majd a Twitch-en is bevezetik ezt a zenei tiltást. És igen, az egy vagy két hétig talán. Nem, az még mindig ér, ráadásul az első héten rögtön egy saját Twitch-es videót tiltottak le. Tiltott a rendszer, mert a saját videóiban is volt egy zene. Lol. Azon, hogy sokan olyan. nem cserélnek, hanem letiltják az egész hangsávot. Ez a tipikus backfire. Igen. Saját magukat lövik. Minden, de az érdekes, hogyha egyre több ilyen botrány lesz, meg ha letiltják a kommenteket, mert annyira sok a troll, meg a YouTube kicsesz azokkal, akikből él, saját maga is, hiszen belülük van a bevételük a hirdetésekből, akkor mi lesz akkor, hogyha az van rákapcsol, és elkezd mindenki átmenni a Twitch-re. A Twitch-en még több lesz a kappa. Egyébként én szerintem annyira nagy YouTube, hogy nagyon nehezen képzelem el, hogy akár egy ilyen... De az Amazon is nagy. Tehát az Amazonnak olyan szerveplakja van, ami a YouTube-ból betegszik. Amit a Valve megvehetne magának, hogy rendesen fussanak a játékai, és ne legyen az, hogy az event közepén fogja magát, tehát ott is... Játékai, töltsön be a Steam. Én már... 3. Igen, jöjjön ki. Jó Isten. Én!
Na, de Dota 3 hamarabb lesz, mint Half-Life, ez a szomorú valóság. Amúgy lehet. De... Elképzelhető. Na, mondjuk, amíg ilyen jól megy a kettő, addig. Hát, jönnek csak most indult. Jönnek furán. Most indult hát azért. Két éve. A béta meg. Igen, a béta meg már mióta? Nem 2010, nem? Nem akarok hülyeség, mint a barom idő óta megy a béta. A béta? Ó, a béta még sokkal előtt elindult a béta. Mindegy, más kérdés. De az a baj, nem akarok hülyeség. De régen, nagyon régen volt. Az még első... az Ákosos időkben. Igen. A Bonanza előtt. Te. Na, ezért most jön a TI5, az azt jelenti, hogy 5 éve mennek folyamatosan. 10-ben volt az első, ezért az első International. Nem, az nem lehet. Az biztos. Biztos nem. Idén jön az 9 volt a League of Legends, ahhoz viszonyíts. Akkor kihagytak volna 1 évet? Nem, hanem az később indult. De egyébként itt meg tudjuk azt mondani. 2010-ben volt az első TI5. Nem, ez nem túl izgalmas egyébként. Én a múltkor egyébként kitaláltam, hogy egy agrármobát kéne fejleszteni, és ezt letarolni a teljes Challenge-el és Eurokertip egyet. És akkor mehetünk-e kézni? Ekével meg traktorokkal kéne a léneket felszántani. És hogyan véded meg a tonyokat? Kombájnnal. Vagy beültetett cukorrépával, senki nem írtja ki onnan. Az egy jó védelem. Hát úgy gondolom, hogy már nagyon túltárgyaltuk ezt a borzalmas témát, úgyhogy... 2011. Wilson megmondta, hogy 2011. Akkor indult az International. Az International? International, a Gamescom-on volt az első. Oopsie daisy. És akkor indult a béta is. Azzal együtt. 2011. Uh-huh. És 13-ig igen, tartott. Igen. Szóval, ha már kimobáztuk magunkat, térjünk át egy másik multiplayer játékra egyébként, ami szintén 5 fos, de az 4v1, ez az Evolve, amiről ugye... Evolve. Ami ugye nem sokára kap majd, nem sokára lesz róla tesztünk majd a következő újságban, mindenki boldog, megjelent, stb. Viszont nagyon sokan kiakadtak a benne lévő mikrotranszakciók miatt. Most az, hogy jogosan vagy jogtalanul, hát felmerül a kérdés. Jösszom? Hát ki szokott mostanában evolvozni? Én már meguntam. Én még nem is játszottam vele. De jó, ő már megunta. Jó, az a helyzet, hogy ugye a mikrotranszakciókra azt kell tudni az Evolve-ban, hogy maga a játék egy elég jól felépített 4v1-es aszimmetrikus multiplayer shooter, ami egyébként önmagában vagy nagyszerű ötlet, és tényleg kiegyensúlyozta a törtörök, puszi a hasukra. Viszont a játék egy idő után, néhány 10 óra játék után teljesen kitárulkozik, nincs utána semmi, megnyílt, mindent megszereztél. Felmerül a kérdés, mi a francnak játszak tovább, csak azért, hogy élvezzem, oké, lehet... Mint az állatok, mint régen. Hogy 20 évvel ezelőtt ilyet mondtál volna, mi a francia játszok, mert nem lehet megírni valamit, azért az így durva lett volna. Voltak pontszámok, könyörgöm, high score volt, mert mutogathatod a haverokra. Hát csak egy bármilyen multiplayer játék, egy Quake 3-ért, azért nem azért játszott, hogy új karaktert kapjál, hiszen meg voltak alapból. Nem, ott azért játszott, hogy te egy a legjobb. Hát pontosan. Be the best, de az más kultúra. Közben ez nagyon durva, hogy önmagában ez, hogy így gondolkodunk most már. Egyébként ez szomorú. Viszont érted, az a baj, hogy megváltozott a játékvilág, ahogy a Eurogamer is mondta. Változik a játékvilág, változik a gondolkodás. Változnak az értékelés. És emiatt ugye az Evolve hamar, hát úgy mondjuk ki, hogy te is meguntad, te sem mondod azt, hogy akkor játszod, mint a Quake 3-ot örökké. Szóval, viszont nem tudsz benne feloldani egy csomó új dolgot már, mert elfogyott, de vehetsz új festéseket a szörnynek 5 euróért, meg vehetsz ezt, meg vehetsz új szörnyeket. Vehetsz új szörnyeket. Nem, azt nem lehet. És lesz majd DLC-ben. Úgy van, a szezon passza jön egy darab extra szörnyet, hogyha előrendeted a játékot, akkor kapsz egy extra szörnyet. De azt nem. Egy jön. Mm-hmm. Na, nagy szóval, kőgúra. Én mintha olvastam volna, hogy lesz ilyen csomag, amiben több szörnyet lehet majd megvásárolni. Nem, azok skinek. Azok, amik 5 eurósok. Vannak ilyen 3-4-5 eurós skinek, és azokat meg lehet venni bundle-ben is, mint amire Dotában ugye vannak bundle-ök. És a felháborodás alapja az, hogy mi a francért nem lehet ezeket feloldani rendesen, miért játszunk, hogyha egyszer annyi van, hogy elég megvennem. Van inkább az, hogy 60 eurós játékban mikrotranszakciók vannak, méghozzá a játék áronak kétszereséért. Hát én azonban nem lepődöm meg, meg fel sem háborodom. Ez a botrány alapja az, hogy egy dobozos játékban mikrotranszakciók vannak, méghozzá brutális mennyiségben. Egy csomó ilyen játék van, nem? Hát nem nagyon azért, tehát ugye... De nem, nem viszik ennyire túlzásba, legalábbis az meg a gondolja kódra, ami szintén arról szól, hogy unlockol dolgokat, ugye ott van 800 chilliard badge, vannak perkek, meg Battlefield is. Vannak fegyverkiegészítők, meg minden, ezért játszol, elvitt az Evolve, megnyitod a háromszor, négyszer három karaktert mondjuk 12 óra alatt, megnyitod mellé a három szörnyet, az még mondjuk újabb 2 óra, és
kb. Vége a fejlődésnek. Utána kapsz még badge-eket, de azok egyrészt botrányosan szarok, másrészt kaphatsz elite skineket, de azért így utánsan sokat kell grindelni, és ugye elvileg a skinekért játszanál, hogy kapjál fegyverskint, kapjál service skint. De ezt mind átrakták mikrotranszakcióba, tehát ezeket önmagában nem nagyon tudod megnyitni. És ezen akadtak, és szerintem teljesen jogosan, hogyha kifizetsz 12 000 fontot egy játékért, akkor utána ne az legyen, hogy a hosszas tartalom, ami az endgame utáni tartalom, az mind fizetős ezen felül. Mert egy Dotában én tök szívesen kiadok pénzt skinekért, vagy illetve csomagokért. Pláne, hogy nem is kerülnek sokba. Meg a Dota 2 ingyenes. Tehát itt ez a hiba, hogyha az Evolve ingyenes lett volna, akkor senki nem akadt volna ki ezen. Vagy hogyha nem 12 000 fontba került volna. Én most csak a CM-markánál akadtam ki, hogy 24 euróba kerül. Kín? Ezt most senki se tudja, nyilván beszéltünk. Crystal Maiden Arcanát kaptunk most az Eventhez, igen. Ja, Istenem. Event. Nem akarok több Dotát. Beszélünk az Evolve-ra, abban legalább ronda szörnyek vannak, az tetszik? Mintha Dota 2-ben nem lennél. De ha fizetsz, akkor szörnyek lesznek. akkor nem fizet. Lesz két csík az arcán. Ilyen rombós. De tényleg ilyen harci festés a szörnyen, így benne nyúlottak is Málnásba, és kell magára. Miért lesz? Málnásba? Egyébként azért vicces, mert a játék 99%-a tök fekete sötétségben játszik. Azt néztem, mikor Kriszi játszik rá, ezek a képen semmit nem látok. Ha meg... fegyverszkint veszel, akkor nem igazán fogsz abból a skinből semmit látni. De jó. Tehát akkor nem olyan, mint egy Team Fortress, hogy valami, ahol vagy egy csíj, ahol látod. Meg ott például a Team Fortress nem csak skin, hanem külön fegyverként működik. Meg a Team Fortress baromi színes játék. Akkor, igen, megint ugyanad ajakadtunk ki. Szóval akkor az a probléma, hogy van egy dobozos játék teljes áron, amit el van mikrotranszakciókkal. A kérdés az, hogy ez csak a vásárlóknak, tehát hogy mondjam, a kiadó hozzájut, hogy ez probléma, vagy ez mostantól trend lesz? Róla, és azért volt botrány, mert a kiadó azt mondta, hogy tök jó a botrány, mert az ezért bust generál. Ja, igen, igen, de erre gondolok, hogy el fognak adni ugyanúgy, és utána jön egy Evolve 2, ami ugyanilyen lesz. Persze. Tehát, hogy igazából hogy lehet ezen változtatni? Max akkor, senki nem veszi meg a játékot, de hogy néztem az Evolve-t, rohadt sokan megvették. Mert rohadt jó játék. Ez van. Ezt képest meg már meguntad. Hát 25 órát játszottam vele egy hét alatt. Ja, bocs. És ez, hogy egyedül játszom, tehát azért untam meg, mert nincs társ, Kriszt néha rá lehet venni, de kette nem nagyon lehet boldogulni, mert a többi három ember, hogyha hülye, akkor az egész játék szar, mint egy mobában. Úristen, ne is mond. Ezt mondtam úgy, Inguri Joe is pont ezt jutott ittenen, hogy egyszerűen, ha nem vesz rá barátokat, akkor egy után frusztráló vagy unalmas. Tehát ennyi. És egyébként ugye azon mondja, hogy 25 órát játszott és elfőtt, az pont annak az egyik ő hibája, hogy elfogyott a craft. Nincs miért hajtani. Hogyha csak nem veszel most 5 eurókért, meg 3 eurókért skineket, de hát az ugye... De nem mennék most semmi extra élményt van nekem. Igen, tehát nincs értelme. Mennyivel jobb lenne, ha ezt ki tudnád lokkolni a játékban valamilyen eredménnyel. Vagy akár le is lehessen venni, de mondjuk el is lehessen jutni odáig, hogy feloldod például. Vagy akár lenne egy olyan rendszer, amit régen mindenki gyűlölt a kodban, a Prestige, de én tökre rákattantam, imádtam Prestige-elni. Az is mekkora király volt egy badged, amivel mutathattad, hogy igen, szóval csak 4-es szintű vagyok, de már 4-1-re vagyok, 4-es bitches. Igen, tehát, hogy... Azt tudom, hogy AC-ban most van Prestige rendszer. Tényleg, és hol? Hát nem olyan, mert csak ilyen minimális. De ez hogy működik? Vidd végig 17-szer Párizsban? Fogalmam sincs. Nem a single playerben. Ekkor kilenne. Hú, már 30-szor végigvittem, már fejből tudom az összes dialógust. Kiválóan tudom francia akcentussal mondani. Ez még jó volt mondjuk. Az jó volt nagyon is. Aha. Az megvan 100%-ra az összes achievementtel. Hát ez fantasztikus. Most vesztettük le az utolsó hallgatót. Szia! Jó volt vele! Azt hiszem, hogy jelenleg zátonyra futottunk. Viszont ebben az is belehetszik, hogy egyrészt marha fáradtuk vagyunk, másrészt ugye az Evolve-ról azért nehéz ehhez bármit is hozzáfűzni, mert sajnos lehet, hogy ez egy trend lesz a jövőben, és ezt csak mi magunk vásárlók tudjuk megakadályozni, ha úgy döntünk, hogy nem veszünk ilyen játékokat. Ez egy üzenet lehet, tömegével lehet üzenni a játékkiadóknak. Egyébként ezt mindig minden fórumon muszáj kommunikálni, hogy a mi döntésünk. Szíthatjuk az évente kijövő játékokat, de amíg évente megveszünk az új fát, évente megveszünk az új codot, addig évente lesz új fa és új cod, és nem fog változni semmit, mert mi nem akarjuk, hogy változzon. Ugyanez elmondható az Evolve-ról. Amíg a játékosok megvesznek belőle 3 milliót, és azt mondják, hogy kapják be, mert volt DLC, jön az Evolve 2. Klikk az előrendelésre, addig teljesen mindegy, mit mondanak. Ugyanez, emlékszem például a Left 4 Dead 2 balhénál, amikor volt az, hogy olyan ne bolykottáld a Left 4 Dead 2-t, ami olyan volt sokak szerint, mint egy DLC, mindenki megvette.
és tele volt vele a Steam, hogy mindenki azt játsza. Viszont tegyük hozzá, hogy ide kiadták a Left 4 Dead egy teljes tartalmát, a Left 4 Dead 2 tök ingyen. Persze, de az érted, de előtte még mikor ez ugye, mikor kirobbant a botrány, hogy a játék nem tudik folytatást, még ezt nem tudták, és mégis el lehetett adni. Szóval amíg megvesszük, amíg vásároljuk, addig ez így lesz, és addig valahol sajnos mi magunk vagyunk a mumusok. Sok-sok millióan. Na, és most ezzel a rendkívül mély és gondolkodtató utolsó mondattal zárom a podcastet. Találkozunk márciusban. Sziasztok! Sziasztok!